Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ezen a csodálatos, volt napos uh, napon, amikor még sütött a nap, most, most már kezd egy kicsit hűvösebb lenni. Helfi Mihály vagyok, én kezdeményezésem volt ez a találkozó, és nagyon örülök, hogy sokan eljöttek tahiból is, mert látom, hogy uh, nem csak a személyes barátaim vannak itt, de elég sokan eljöttek érdeklődők, akár a rádióban hallották, akár más forrásból. Köszöntöm elsősorban a két előadót, Kis Györgyöt, Kis György, okleveles villamosmérnök, a City by ZRT vezérigazgatója, illetve az Omega képzési központ vezetője, igazgatója, és uh, majd ő elmondja, de a Magyar Tudományos Akadémiával is egy egész hosszú történet, nem tudom megjegyezni, ezért elnézést kérek, de uh, köszönjük, hogy itt van Gyuri, és ő lesz az első előadónk. Második előadónk Bedő Imre, közgazdász. Az ő arca valószínű ismerős a tévéműsorokból, és uh, Imre volt az, aki elindította a férfiak klubja nevű társadalmi kezdeményezést, és hát köszönjük, mert ez, ez egy nagyon értékes kezdeményezés. Aki ismeri, aki nem, ismerje meg. Többen kértétek, hogy mondjak egy pár szót magáról a helyszínről. Tényleg nem akarom húzni az időt, de eleget fogok ennek tenni. Eredetileg ez egy uh, fürdőház volt, a helyi, uh, hogy hívják ezeket, vadászoknak. Füldő medence volt, 1900-ban a medencét betemették, akkor a Krámer család megvásárolta a, a, az ingatlant, ők hozták létre a Krámer kurját, vadász villát, és a 20-as évektől egészen a 30-as évekig, tehát a világháború kezdetéig itt uh, a Krámer családnak a barátai összegyűltek, különböző bálok voltak, és hasonló uh, szórakoztató jellegű uh, csoportosulások lehettek itt ugye a, a helyi emberek elbeszélése alapján. És innen tudom azt, hogy uh, Teller Ede és Nagyman János is többször volt vendége a krámeréknak. és valószínű mások is, csak ugye erről már nem tudunk. De ide jártak le a fiatalok a 20-as, 30-as évekbe szórakozni, szerintem bulizni, hogyha most ilyen modern uh, nyelvezettel próbálnánk ezt megfogalmazni. De 120 éve született Nagyman János, talán erről majd Gyuri egy kicsit jobban ki fog térni erre, és uh, hát ez is egy ilyen inspiráció, ez is egy alkalom, ez is egy, ez is egy inspiráció erre az alkalomra. Magyar termék és kulturális alapról, ugye az a mi kezdeményezésünk, aminek keretében is ugye létrejött ez a találkozó. Itt a hitolt faluban azt mondom, hogy itt, itt milyen kis tevékenységeink voltak az elmúlt pár évben. Ugye az árvíz alatt tudtunk segíteni 50 családnak, aztán utána a virtuózok, Három nyertese a hegedűsök. Ők kaptak egy tovább továbbképzés. Arthur Kaganowski, a világhírű hegedűművész adott nekik itt egy, egy egész héten keresztül egy, egy kurzust. Ő Iczak Szörnek a tanítványa, Arthur Kaganowski. Mindegy, ez egy, ez egy nagy dolog volt, és utána volt egy nagy nyílt koncertünk, azon lehet, hogy sokak itt voltak. Uh, hát volt sok benefit koncert és hasonló dolgok. Minden évben próbálunk hús családnak segíteni itt a Itót faluba, akik rászorultak. Azt a baptista szeretett szolgálattal, Szidóniával <laughs> együtt tesszük. És uh, hát ezt a tevékenységet ezt szeretnénk folytatni. Igazából, tehát ez, ez uh, ennyit a magyar termék alapról. De nem is húznám tovább a, a szót, és uh, felhívnám akkor kis Györgyöt, és átadom neki a mikrofont. Köszönöm, is a bemutatást, és ha már itt uh, elhozt, elmondtad, hogy hogy, hogy hogy van ez a tudományos... annak idején az életem első 30 évét a tudományos életben töltöttem, és a, a Magyar Tudományos Akadémia Fizika, Fizikai és méréstechnikai Intézetében voltam tudományos munkatárs. És utána 91 és 92-ben kimentem Amerikába, és philadelphia dolgoztam a műszaki egyetemen két éven keresztül, és ott a, nem tudom ki volt philadelphia de a Philadelphia műszaki egyetemnél ott van Naiman Jánosnak a számítógépe, ami ki volt állítva. Ugye minden nap a Naiman János számítógép előtt mentem, amikor jöttem, mentem, ugye ez egy külön megtiszteltetés, hogy most itt lehettem, és ennek nagyon örülök. No, de hát amiről, amiről ma szeretnék beszélni, hogy a cím így volt kitűzve, hogy a mesterséges intelligencia vállalatot hatásai a társadalom munkára, ezt a MISI adta ezt a címet, én egy más, más címet adnék erre, én ezt úgy mondanám, amiről szeretnék ma beszélni, hogy a természet, az elkölcs és a tudás és akkor engedjék meg, hogy nem mondjam ki mindig azt, hogy mesterséges intelligencia, nem nevezük Eminek. Ugye kétféle rövidítés van Magyarországon az EMI, az angol szakjadom az AI, mint Artificial Intelligent, tehát én maradjunk, a magyarok vagyunk, és ezért maradjunk az EMI-nél, és próbálom ezen akkor az EMI az mindig azt jelenti, hogy mesterséges intelligencia. De mi is az az EMI, és miért kell erről beszélnünk? De sokan felteszik ezt a kérdést, és igazából szeretnék erre a két is valamilyen választ adni. És még egy nagyon fontos dolog, hogy egy, a végén szeretnék olyan is beszélni, amiről a, sokan beszélnek az emiről, de arról, hogy látszik-e valami megoldás, vagy csak féljünk tőle. El, általában nem nagyon vannak választ. Én szeretnék valamilyen módon ebbe az irányba is elmozdulni, mert általában csak a félelemkeltés megy az emivel kapcsolatban, illetve leginkább a dezinformáció, mert a napi sajtóban olvasunk az emiről, azok olyan jófarknyi történetek, az nem, mert nem tudja, hogy most miről is van szó, csak muszáj volt írni az újságba. Ezért én szeretnék most kb. egy órát, ha kaphatok erre, akkor nagyon röviden összefoglalnám, hogy mi a lényeg ennek. Mert az én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ha a lényeget megértjük, akkor sokkal könnyebb lesz minden mással is foglalkozni. Én, mint okleves villamosmérnök, több mint 30 éve foglalkozom ezzel a témával. Figyelem, nem vagyok aktív részese és ennek a területnek, de valamilyen módon marginálisan mindig is érintett. És egy kis gyors összefoglaló, hogy a mai értelemben vett körülbelül kb. Ez 43 óta, hát kb. 80 éve beszélünk. Ez most egy ilyen nagyon felkapott téma az elmúlt 3-4-5 évben, de maga a téma, a terület az már elég, elég régi. Eleinte volt egy óriási lelkesedés, ugyan Najman Jánosról is mindjárt fogunk majd beszélni, mert 1950-ben foglalkozott ezzel, és utána később egy nagy hanyatlás volt, hiszen az elmélet és a gyakorlat olyan óriási különbség volt, hogy a számítógépek abban a korban esélytelenek voltak ezt megvalósítani, de most nagyon nagy változás történt az elmúlt öt évben, és erről fogok majd kicsit beszélni. De először is az, hogy mi az az intelligencia. Erről szeretnék egy picit beszélni. Tehát az intelligenciát leginkább az embereken tanulmányozzák, de állat és növényekben is megfigyelhetjük. Ugye az intelligencia nagyon fontos dolog, hogy az intelligencia az élethez tartozik. Ugye ezért beszélünk mesterséges intelligenciáról, mert normál esetben az intelligencia csak az élőket, élőket jellemzi. Minden élő intelligens valamilyen, valamilyen mértékben. És hogy azt is meg kell ismernünk, és elős keveset beszélnek, hogy az ember intelligenciának nagyon-nagyon sokféle típusa van. Létezik például, hogy értelmi, érzelmi, érzelmi intelligencia, ezt EQ-nak, Emotional nek hívják. Ez gyakorlatilag a saját és mások érzelmeinknek a megfigyelésére való képesség és nagyon kiemelkedő jelentősége van mindenféle emberi kapcsolatokban. Hát aki emberekkel dolgozik, annak az EQ a sokkal fontosabb, mint, a, mint, az IQ, amit mindenki, mindenki ismer. Ugye elég, elég közismert, és ma a intelligenciáról beszél, mindenki az a kóciánsról, az IQ-ról beszél. Az IQ-ból rengeteg teszt van, rengeteg tudományos uh, vizsgálatba felhasználták, de ma már azt kell mondjam, hogy nem a legfő egyáltalán nem a legfontosabb ez az IQ. Nagyon sok tévedés van benne, és nagyon sok olyan szám van, ami, ami a a valóságtól nagyon-nagyon messze van. Csak nézzünk még néhány példát, mint az ember intelligenciáról. Létezik nyelvi intelligencia. Van, aki képes 4, 5, 6, 7, 8, 10 nyelvet megtanulni, másnak meg nagyon-nagyon nehezen megy az is a nyelvi intelligenciához tartozik, hogy valaki műsorvezető, jó ki tudja fejezni magát, és ez is, ez is egy adottság, ez nem adott mindenkinek. Létezik logikai vagy matematikai intelligencia. Mikor valaki képes megtanulni a matematikát, van, aki nem. Én mint villamosmérnök kénytelen voltam megtanulni, és amikor szívolatoztam, akkor jutottam oda, hogy talán most már megértettem valamit a matematikában, és akkor volt egy ilyen érzésem, hogy ez a matematika zseniális, mert a, ha megértjük a matematikát, tényleg zseniális. És mondtam, hogy hát most majd később, ekkor majd tanulmányozom, de aztán sokkal jobbat találtam, de hogy miért azt majd mindig el fogom mondani. Ugye most már nem a matematika fő érdeklődési területem, de egy nagyon-nagyon tisztelem a matematikát, mert egy nagyon-nagyon fontos dolog, de valóban kell egy külön adottság, hogy valaki ezt megértse. Létezik mozgási intelligencia. Ugye kik ezek, akik a testüket jól tudják irányítani, artisták, táncosok, balett, művészek. Hát a profi táncosokat hát néha csak nézem, hogy én ezt soha nem tudnám megcsinálni. Úgyhogy ez, ez egy külön külön adottság, külön tehetség kell. Létezik zenei intelligencia. Ugye van, aki fantasztikusan tud zongolázni, meg hegedülni, énekelni, ez is egy, ez is egy képesség. Létezik társas, szociális, és még nagyon-nagyon sokféle emberi intelligencia van. Ez azért is fontos, mert amikor az emiről beszélünk, akkor mindenki a tudásra gondol. De nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy az intelligencia nem egyenlő az okossággal. Egyáltalán nem. Az intelligencia az tulajdonképpen probléma megoldó képesség. És hadd meséljek egy szólót, nem tudom, hallotta-e valaki a Manna rádión, a múlt héten a családi Manna, beharangozó értelmeket, sem senki, akkor elmesélem, mert akkor nem, nem lesz unalmas. Van egy ilyen történet, hogy egy hat éves kisfiút bevittek egy zárt nevelő intézetbe. Nagyon problémás gyerek volt, és már senki nem bírt vele. Képzeljük el, valaki egy hat éves kisgyereket be kell vinni egy zárt, az nagyon-nagyon az problémás volt. Pszichológusok hada őt körül, és mit csinál egy pszichológus egy hat éves gyerekkel? Rajzolja. Elkezdett rajzolni, és elég csúnyadókat rajzolt. Utána egyre jobban még csúnyábbakat rajzolt, és a pszichológus miután látta, hogy ez a gyerekkel nagyon nagy baj van, ezért felmentette nagyon sokszor, nagyon sok kötelezettség alól, amely egyébként az intézetben nagyon nehéz volt. És utána a gyerek még csúnyábbakat hajzolt, a végén a pszichológus teljesen kétségbe esett, hívta a vezető pszichológust, és elmondta, hogy mi a problémája. Erre azt mondta a vezető hogy na, egy órát hadd beszéljek ezzel a gyerekkel. És akkor elkezdett egy órán keresztül beszélni a gyerekkel, és kiderült, hogy a gyerek rájött arra, hogy ha ő minél csúnyában rajzol, annál kevesebb kötelezettséget kell megtennie. Tehát elkezdett csúnyán rajzolni, hogy felmentsék őt. És erre a pszichológus vezető azt mondta, hogy ez a hat éves gyerek intelligensebb, mint az én pszichológusom. Tehát értjük, hogy az intelligencia mennyire más? Egy hat éves gyerek nem, nem a tudásától lesz intelligens, hanem attól, hogy ilyen dolgokat képes megtenni. És egy pszichológus meg nem veszi észre, az egy másik, másik rész volt. Tehát nagyon fontos azt megérteni, hogy az emberi intelligencia nem, vagy csak minimális módon fejleszthető. Alapvetően az iskola része azt mondja, hogy az a velünk született ajándék. Mint ahogy itt is lehetett látni ennek kisfiúnál, hogy a nagyon problémás volt, de mégis volt egy speciális intelligencia. Tehát van az intelligencia, egyik része az emberi intelligencia, még egyszer mondom, az élethez tartozik az intelligencia ember, állat, növény. Mindenki intelligens valamilyen módon. És létezik a másik oldal, a mesterséges intelligencia. Ugye erről fogunk most beszélni, és eminek fogjuk nevezni, hogy az emi rendszereket rendszerint számítógépes rendszerekkel valósítják meg, és ezért mesterséges. Ugye a mesterséges intelligencia az emberi intelligencia folyamatainak, számítógépes rendszerek általi szimulációja. Ezt lehetnek egy definíciónak is nevezni, és igazából ez nagyon fontos, hogy megértsük a lényeget. Tehát amikor egy kompjúter eléri azt az emberi teljesítő képességi szintet, akkor beszélünk emberi szintű mesterséges intelligenciáról. Amikor a gépek meghaladják az emberi tudás szintjét, azt nevezzük szuperintelligenciának. És ez vett el a szingularitáshoz. hogy a szingularitás azt jelenti, hogy a gépek fejlődésében egy olyan szakasz, szakasz jön el, amit már nem tudnak az emberek követni, erről kicsit még később fogok beszélni. Ez azt jelenti, hogy van három folyamata az ilyen fejlesztésnek. Van egy olyan fejlesztés, amikor a gépet bekvalmoznak, elindítanak, és emberek irányítják. Van egy másik rész, ami köztes állapot, hogy a gépek valamilyen módon javítják a saját programjukat. És a harmadik szint, ami az igazán veszélyes, és mindenki csak erről beszél, nem az első kettőről, amikor a szoftverek saját szoftvereket írnak. És amikor a gépek magukat programozzák, akkor egy csak a feladat van kitűzve, és ha hiba van a programban, akkor nem áll meg a rendszer, hanem kijavítja saját hibáit. És a végén, hogy milyen folyamatokon keresztül érte el a célt, az emberek, akik ezt az egészet elindították, már fogalmuk sincs és igazából erről fogunk majd beszélni, mert az igazi veszély itt van ezeknél, ezeknél a rendszereknél. Tehát ugye azt is tudnunk kell, és arról is beszélünk, hogy a maga az MI, az már nagyon sok területen használatos. Tehát ha valaki repülőgéppel repül, az gyakorlatilag a repülőgépek nagy részét már régóta az MI irányítja. De valaki felhív egy bankot, akkor 90 esélye van, hogy ott nem élő emberrel fog beszélni, hanem mesterséges intelligenciával, de nem fogja észrevenni, Ugyanek ez a lényege. Van a Turing test, amit úgy, úgy találtak ki, hogy leültetnek embereket, és két hangszóló van, egyikből emberek beszélnek, másikból a gép, és nem szabad észrevenni, hogy melyik a gép és melyik az ember. Ez már kb. 20 éve működött, tehát ez nem, nem olyan nagy újdonság, de, de ez, ez mindenképpen nagyon-nagyon fontos. Ugye, ami szintén nagyon fontos, hogy nem tudom, a Google-val éppen most itt beszélgettünk itt egy pályán, hogy a fordítói szakma nagyon nagy bajban van, mert ugye eddig, a, eddig is volt Google fordító, mondjuk 5-6 évvel ezelőtt is, de hát amit fordított, az katasztrofális volt. De ma már, ha beadjuk a Google fordítóba egy magyar szöveget, akkor az 95-98%-os szinten le tudja fordítani. Ez azért volt régen, hogy nem működött, mert ugye algoritmusokat programoztak, és a magyar nyelv nem algoritmizálható. Azért is ilyen nehéz, szokták mondani, hogy örökkévalóság kell, ahhoz, hogy valaki megtanuljon magyarul. Mert, mert nem, nem. Ugye mindjárt majd fogunk beszélni az emi az EMI hogyan tanul, és most már az EMI vezényerte Google fordítók viszont fantasztikus jól fordítanak. Szeretnék egy idézetet adni az a amerikai elite egyetem, az MIT, Massachusetts Institute of Technology, ezt te is tudod, az Amerikában egy fantasztikusan híres egyetem. Ennek egy vezető professzora azt mondta, hogy most először hozhattunk létre olyan jelentős technológiát, amelyel örökre leszámolhatunk a szegénységgel, betegséggel és háborúval, de akár megszülhet egy kafkait, minden uraló világállamot is, amelynek a hatalmát soha többé nem lehet megdönteni. Tehát ugye most erről van szó, hogy ha valaki birtokolni fogja ezt az emit, akkor olyan hatalmat tud szerezni, amit utána legalábbis jelen ismertek szerint nem lehet megdönteni. Tehát a mai emihez mindenképpen hozzá kell vennünk a kvantum számítógépeket és a gépi tanulást is, csak így lehet értelmezni. Ugye a kvantum olyan eszköz, amely úgy végez számításokat, hogy kvantummechanikai jelenségeket használ, olyan jelenségeket, mint a kvantum szuperpozíció, kvantum összefonódás és a kvantum interferencia. És ugye Naiman János, aki az előbb a Misi beszélt, hogy 1903-ban született Budapesten, és 1957-ben Washingtonban halt meg, 53 évét ért csupán rákban halt meg egy rákos betegségben. Ugye egy magyar születési matematikus, és ő a kvantummechanikai elméleti kutatásai mellett a digitális számítógép elvi alapjait fektette le. Ezért Amerikában nagyon nagy tiszteletől venni egy nagyon-nagyon-nagyon megbecsült ember. Sokkal jobban sajnos, mint Magyarországon. Magyarországon nagyon sokan nem is ismerik. Ő egy zseniális ember volt egyébként. A Fasori Evangélikus Gimnáziumba járt egyébként, mint Vignel, Vignel Jenő, és ott, ott végzett egyébként a Fasori Evangélikus Gimnáziumban, és utána ment ki Amerikába. Ugye a szingularitás az ő nevéhez kapcsolódik szintén. Ugye a szingularitást ő már 1950-es években felfedezte, de mégis 60-tól tulajdonítják, persze egy amerikai embernek, miért, miért is magyarnak tulajdonítják gyakorlatilag. Ugye a maga a szingalitás azt jelenti, hogy a lehetséges, olyan lehetséges jövőbeli esemény, amit az ember feletti intelligencia, amiről fogunk később beszélni, megjelenése miatt, technológiai fejlődés és a társadalmi változások annyira felgyorsulnak, és olyan sebességgel változtatja meg a környezetet, amit a szingulitást élő emberek képtelenek felfogni vagy megbízóan prognosztizálni. Erről kicsit még fogunk beszélni. És ezt a fogalmat igazából a világon először ez a Naiman János uh, találta ki, és utána tíz évvel később uh, mégis, mégis másnak tulajdonítják, de mi úgy gondoljuk, hogy ez fontos, és hangsúlyozok itt ki. Ugye a kvantum számítógép azért érdekes, mert képes lehet olyan számításoknak a hatékony elvégzésére, amik a hagyományos digitális gépekkel gyakorlatilag megoldhatatlanok. Nagyon sok zsákutca feladat van a hagyományos IT-nél, és ezeket a kvantum számítógépek nagyon sokan megoldják. Ugye a hagyományos gépeknél ugye bináris technológiát használnak, van egy egyes, meg egy nulla, egy kapcsoló vagy be van kapcsolva, vagy nincs bekapcsolva. Ugye a, a csipeknél elértük most már azt, hogy annyira picika a csipek, hogy elértük az atomi méreteket. És ugye a kvantumfizika ott jött be, nem tudom ki látta az Oppenheimer című filmet, ami mostanában viszonylag kevesen. Én javaslom mindenkinek, hogy nézzék meg, mert a, ugye a két ilyen slágerfilm volt a nyáron, a Barbie, azt mindenki látta, <laughs> sokan látták. A másik pedig az Oppenheimer. Én úgy gondolom, hogy az Oppenheimer az egy kicsit magasabb szintű kategória, de érdemes megnézni, mert nagyon-nagyon érdekes a film. Tehát a csipek elérték az atomi méreteket, és már a fizika teljesen máshogy működik. A fizikai törvények teljesen szétesnek ö, ilyen atomi, atomi és itt a, a maga, maga a kvantum számítógépeknél is egy olyan részek ennek. Ugye itt nem nulla egy állapot van, hanem lehet olyan, hogy a kettő egyszerre, ezt hívek szuperpozíciónak, és ez egy olyan, olyan, olyan lehetőséget biztosít, amit a hagyományos gépekkel nem lehet. Ugye a kvantum számítógép az olyan műveteket is el tud végezni, amit a hagyományos gépekkel egyáltalán nem lehetséges, és ez majd később fontos lesz, és erről szeretnék beszélni. És hogy mi is a lényeg, és akkor most jutottunk el az a szinthez, hogy mi a lényeg ennek az egész eminek. Miért ilyen fontos, miért beszélünk Ilyen sokat. Mi az igazi lényege? Az igazi lényege az egész emberiség történetében nem volt még olyan gép és eszköz, ami képes volt úgy tanulni, mint az ember én 30 éve írok szoftvereket, tehát IT világban dolgozok, és rengeteg programot írtam. Ugye eddig egy számítógép azt tudta, amit a programozók leprogramoztak. Nem tudom, aki tanult informatikát, akkor biztos tanult ilyen mindenféle logikai ábrákat, mindenféle háromszögek, téglalapok, elágazások. Tehát valamit algoritmizáltunk, és amit algoritmizáltunk, leprogramoztuk, és vagy egy ember, vagy tíz ember, mondjuk Microsoftnál 40 ezer ember dolgozik egy ilyen projekten, de szigorúan úgy dolgoznak, hogy megvan az algoritmus, és nekik ezt le kell programozni. Tehát a gép azt tudja, amit beleprogramoztak. Most ez nagyon csekély dolog. Hamar kiderült, hogy lehet tényleg 40 ezer embert berakni, és zseniális szoftvereket írni, de ez még sehol nincs ahhoz az átültő sikerhez képest, amit most a gépi tanulással sikerült elérni. Ugye a machine learning, deep learning, ez az angol kifejezések vannak ebben a szakmában, Ugye a mély tanulás azt jelenti, hogy ez olyan gépi tanulás, amely a mesterséges neurális hálózatokkal teszi lehetővé, hogy digitális rendszerek tanuljanak és döntéseket hozzanak. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy tanuljanak és döntéseket hozzanak. Hogyan, hogyan tanul az ember? Ugye ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megértsük, hogy amikor az informatikát fejlesztették, akkor egy óriási pénz és óriási eszközrendszer állt, mondjuk az IBM és ilyen hatalmas szegek részéről, hogy az agykutatást ö, ö, szponzorálják. Ugye most már tudjuk azt, hogy az emberi agyban körülbelül 100 milliárd, 10 a en 10 a 9 idegsejt vagy neuron van, és ezek között 10 milliárd innen piramis alakú sejt, amelyek között nagyon élén kapcsolat van, és 100 billió, 10 a 14 ez a 100 billió, szinoptikus érintkezési ponton keresztül komolyan, egy hihetetlen bonyolult rendszer, aminek most már még nem ismerjük az emberi agy működését teljeségében, de arra már képesek vagyunk, hogy ezt lekoppintva számítógépekkel próbáljuk modellezni az emberi gondolkodást. Ugye eddig két irány volt az IT-ben, volt ez az algoritmikus programozás, ez egy csőd, zsákutca, semmi ahhoz képest, ami a jövő előtt, előttünk áll, és van az, amikor a gépek képesek megtanulni. Mit, mit, mit jelent ez? Erről mindjárt egy kicsit fogunk beszélni. Ugye ezeket a neuronokat egy nagyon bonyolult hálózat köti össze, ami elektromos és elektromi kémiai jelekkel kommunikált, az agyunk nagyjából így működik, most már elég, elég uh, jól ismerjük ezt. Azt is tudjuk, hogy a, az energiánknak, a testenergiának kb. 20%-át az agyunk fogyasztja el. Tehát az égben, semmit nem csinálunk, csak ülünk és nézzük a tévét, akkor is éhesek leszünk, mert az agyunk működik, és az elvisz az energiák 20, 20, 20, nagyon sok a 20%. Nagyon sok a 20 Tehát igazából itt is lehet látni, hogy milyen bonyolult rendszert kell energiával ellátni. Tehát ezért is van. Henry Ford mondta, hogy a gondolkodás a legnehezebb munka a világon, ezért csinálják olyan kevesen. <laughs> És ez valóban, ma, magyar, inkább látjuk, hogy a Fordnak mennyire volt igaz, mert nagyon kevesen gondolkodnak. Az emberek azt szeretik, ha megmondják, hogy mit csináljanak neki. És ne, ne kelljen gondolkodni. Hát általánosságban elmondható, hogy a gépi tanulási rendszerekben úgy tanulja be az egész a rendszereket, hogy az adatokból tanul a rendszer. Ugye nem tudom, a big data és különféle ilyen kulcsszavakat cool az elmúlt tíz évben rengeteget hangsúlyoztak, soha nem magyarázták, hogy miért van szükség. Azért van szükség, ilyen milliós, meg százmilliós, meg milliárdos adatbázisokra, mert ezeket a számítógépeket, akik nem fáradnak el, mint az ember, majd mindjárt fogunk később beszélni, ezek az adatokon keresztül tanítják be. Tehát nem azt mondjuk, hogy, hogy például a sakkprogramokat régen, ugye sokáig ment a verseny, hogy ki fog győzni a sakkvilágbajnok, vagy a számítógép. Ugye az IBM-nek volt a Big Blue nevű számítógépe, és ezt mindig felprogramozták, és azt csinálták, hogy a világ összes sakját szak, melyet beleprogramozták. De jött a világbajnok, a Kasparov, és olyat lépett, amit még soha senki. És a gép elbukta a csatát. De ez, ez volt kb. 10-15 évvel ezelőtt. De most, amióta van a gépi tanulás, most nem ezt csinálják, hogy a programozók, nem tudom, 20 ezer programozó fél éven keresztül beviszi, hanem megtanítják a számítógéppel, hogy mi a saknak a logikája hogyan működik a sakk? milyen lépések vannak. És amikor megtanulta, rengeteg mintát adnak neki, tehát tudja a szabályt, adnak neki több tízezer, százezer mintát, és innentől fogva ki tudja találni azt is, amit még nem programoztunk be neki. És azóta nincs ember a Földön, aki legyőzné az emi alapú számítógépeket. De van egy bonyolultabb játék, a Go. Ugye a Go nevű jár, az játék, nem tudom ki ismeri. A Go sokkal, de sokkal bonyolultabb, mint a sok. És ugye nagyon sokáig az volt, hogy oké, okay, ez működött, de a go, nél, go -nál nem működött. Ez kb. 5-6 éve megdőlt. Tehát amióta az EMI működik, nincs az a Go játékos a világon, akit nevelne el a számítógép. Tehát eljutottunk arra a szintre, hogy a gépek sokkal okosabbak, mint a világ legokosabb embere. És ilyen még nem volt az emberiség történelmében itt egy nagyon fontos lépcsőhez érkeztünk el, de majd erről még fogunk később beszélni. Tehát lényeg, hogy a, a tanuló számítógépek a hatalmas adatbázisokból tanulnak, és ezekből a mintákból ismerik fel gyakorlatilag a dolgokat. Ugye ezért mondják azt, és itt egy picit meg is állnék, hogy a, az EMI a világ legjobb és legigéretesebb technológiája jelenleg, azonban sokkal veszélyesebb, mint amit valaha is alkottunk. És erre szokták megkérdezni, hogy az atombombánál is veszélyesebb? Van egy ilyen lista, hogy a, valahogy, ha a világ elpusztulna, akkor hogyan pusztulna el. Eddig mindig az atomháború volt az első helyen. Ma már csak a harmadik helyen van. Az első hely az EMI a második a környezeti katasztrófák, és csak a harmadik az atomkatasztrófa. Ebből is lehet látni, hogy mennyi, miért fontos, és hogy mi, a kérdés ezzel tettem, hogy miért kell, ezért kell róla beszélni. Mert a az nem csak technológia kategória, hanem társadalmi kategória is. De a következő két-három évben, és a Misi meghív két év múlva három, és megéljük minnyáján, akkor számon lehet ezt kérni, olyan változások lesznek, amit el se tudunk képzelni most. És olyan gyorsan fognak jönni, és ezért nagyon fontos, hogy az emberek felkészüljenek el. És hogy miért veszélyesebb az EMI, mint az atombomba? Tehát úgy, úgy, úgy kell ezt felfogni, hogy az atombomba egyszerre csak egy helyen robban, míg az EMI akár nap 24 órán keresztül bombázza az agyakat a világ minden részén. És hogy most is láttuk az előző amerikai választásnál, hogy egy csomó fake news gyártottak a világnak, ezt nagy részt már mind emi rendszerek végezték. Tehát meg kell adni a feladatot, hogy mit kell csinálni, és ontja a híreket, és olyan, olyan rafináltan, és olyan ilyen több százmilliós, meg milliárdos adatbázisokon keresztül tanítják be, hogy az embereket simán átveli. Nincs az az ember, aki azt mondja, na majd én okos leszek, esélye lesz. És ezt kell megérteni. Nem lesz esélye az embernek, és mindjárt fogunk beszélni, hogy milyen szintek vannak ezen keresztül. Ugye azt is, azt is látni, hogy ez szintén napi hír, hogy a NASA a Google és a CIA, nem, nem akármilyen cégekről van szó, együttműködésével egy komplet labort építettek fel a Némázusában, ahol a kvantum számítógép kapacitását felhasználva hoznak létre önmagukat fejlesztő, magukat tanító szoftvereket, hogy létrehozzák az úgynevezett szuperintelligenciát. Itt megint megállnék egy picit, picit és megint egy lényegi részhez értünk. Ezt elolvasom még egyszer, mert ez annyira fontos. Tehát, ugye beszéltünk a kvantum számítógépről, nagyon érintőlegesen természetesen. Azt ö, tudjuk, hogy iszonyatos kapacitásaik vannak, és nagyon kevés ember fél ennek hozzá. Tehát önmagukat fejlesztő, magukat tanító szoftverek. E a szuperintelligencia azt jelenti, hogy az emberi agyat felülmúló mesterséges intelligencia. Mindjárt, mindjárt visszatérünk erre is. Ugye, amit, amit sokan az emével. A párosítanak, ez a ChatGPT. a chatgpt t gondolom mindenki ismeri, tegye fel a kezét, aki használta, én már egy éve, amióta megjelent használom, és egy nagyon jó szolga, nagyon jó dolgokra fel lehet használni, és igazából ez egy, egy picik is kis része az eminek, és nem ettől lesz veszélyes az emi, hanem egész mástól. Ugye amikor megjelent a ChatGPT, GPT, megkérdeztem tőle, hogy hány nyelven beszélsz, mert feltűnt, hogy ha ChatGPT gpt angolul szólsz, angolul fog válaszolni. Franciául, nem is kell megmondani, hogy milyen nyelven beszéljen. Bejött egy magyar mondatot, a magyarul válaszolt. És feltűnt az, hogy szinte tökéletes nyelvtani szavakat használ. Nem mondom, hogy ki, tökéletes, de 99%-ban töké a magyar nyelvet így még soha nem hallottam, mint meg interpretálni. És ugye egész tud írásba válaszolni magyarul, és tud hangban is kommunikálni, hogy ha valaki egyik palagint hozzá. Tehát akkor azt mondtam, amikor megjelent ez a 3.5-ös verzió volt, hogy jelen pillanatban csak 50 nyelven beszélek, de már dolgozunk rajta naponta, hogy több legyen. Most már a világ összes nyelvén, belétve a kínait, meg az összes létező nyelvet, minden nyelven beszél, és hogy azért dobták be ezt a köztudatba, nem azért, mert ennyire jó fejek, lehet, hogy az is, hogy gyakorlatilag teszteljék a rendszert. Teszteljék és betanítsák. Régebben embereket fizettek azért, hogy a rendszereket teszteljenek, ez egy komoly, ez a szoftver tesztelő, ez egy nagyon jó jövedelmező állás. Most meg az egész világ ingyen teszteli, tehát óriási tudást adnak azoknak, annak a cégének, aki persze Amerikában ezt felhasználja, ez az Open AI nevű cég egyébként. Ezt a céget 15 végén Elon Musk San francisco alapította, aztán gyorsan kiszállt belőle, és most megint, megint próbál visszalépni. És azért is érdekes, mert az emberek azért valamilyen látják, hogy ez mennyire fontos. Ugye 2000 22. 11. Hó 30 án jelent meg a 3.5-ös verzió, és a felhasználók száma a világon a legnagyobb volt. Két hónap alatt több mint 100 millióan használták. Még egyszer mondom, kettő hónap, 60 nap alatt 100 millió ember kezdte használni. Ebből is látszik, hogy az emberek azért sejtik, hogy miért van itt szó, nagyon sok ember. És az a világon nem volt olyan, ami ilyen gyorsan terjedt volna. Tehát ezzel a, a leggyorsabban terjedő internetes alkalmazás tehát, amit valahol is, valaha is feltörténik. Ugye a ChatGPT 4. az 2023. március 15-én jelent meg, és gyakorlatilag már képes arra is, hogy 25 ezer szavas eszét írjon. De nagyon sok újságíró azt csinálja, ma az újságírók nagy része azt csinálja, hogy kap egy feladatot, beírja a ChatGPT-be, és akkor gyakorlatilag megírja a cikket helyette. Mert még egyszer úgy tud kommunikálni, hogy teszel fel kérdéseket, vagy nem tudom, szabad-e talán tegyük meg, teszel fel kérdéseket, és folyamatosan emlékszik, hogy te mit mondtál, és amikor újra rákérdezel, hogy folytasd, akkor ír egy 45 oldalas cikket, és meg, meglepő, döbbenetes, hogy milyen jól foglalja össze. Ki kell próbálni, tegyet, bármilyen szakmában felteszünk neki kérdéseket, azért van, mert több millió, több milliárd adatot tettek bele. Az egy ember mondjuk egy életében tud olvasni mennyit, tízezer könyvet? A száz, a, a, ezek a szoftverek 100 millió könyvet olvastak el. Tehát az ember ezek az életében esélyes sincs arra, hogy valaha is utolérje ezt. Tehát most egy olyan szellem szabadult ki a palaszból, ami még soha nem volt az emberiség történetében, ami az embert, még a legokosabb embert is zsebbe tudja tenni, ma már, most ez már működő. Tehát nem, nem a jövőről van szó. És ugye most már képeket is tud e, értelmezni. És egy picit ugorjunk, csak nagyon halad az idő. És ezzel eljutottunk oda, hogy miután ilyen kvázi ember feletti intelligenciát alkotott az ember, de úgy, hogy már nem is ő alkotta, hanem maguk ezek a tanuló szoftverek. Tehát öntanuló, önprogramozó rendszerek, amik gyakorlatilag maguk hibáit javítják ki, és a végén mondom, olyan rendszerek képződnek, amit maguk, akik a szoftveres kérdéseket, fogalmuk sincs. Ha megkérdeznék, hogy mi történt, nem tudja senki megmondani. És ez benne a veszélyes. Senki. És ez, 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 valóban, valóban szabályozás után kiállt. És ugye ez azért is fontos, hogy eddig a, az ideológiákkal mindig ugye kívül a mosták az emberek agyát, de most már ez megváltozott. És erről is szeretnék egy picit, picit beszélni. Ugye az, az, az agyműködést eddig, koponyán kívül lett de lehet belülről is. És ezért, ezért, ezért egy kicsit picit rátérünk erre a részre, amiről szintén nagyon sok mindent lehet látni és olvasni. Ugye olyan, olyan küszöbbre érkezett az emberiség, amikor az agykutatás, a technológiai fejlődés lehetővé teszi, hogy a az emberi gondolkodásnak a működését neoló technológiai eszközökkel koponyán belülről, és mások által befolyásoló mondó hasonló. Biztos láttam mindenkit a képeket, hogy az emberek a fejébe, Elon Musk most kapták meg amerikai gyógyszerhatóságtól az engedélyt, hogy lehet embereken kísérletezni, úgyhogy persze önkéntes embereken, hogy egy agy interfészt tesznek az emberek agyába, hogy az előbb beszéltem arról, hogy, hogy ismerjük most már az agy működését, és a, az agysevészek tudják, hogy hova kell betenni elektródákat, és stimulálni az agyat, hogy bizonyos ingereket kiváltsunk. És az interfésznek az a lényege, hogy valamilyen módon az embernek esélyt adjanak arra, hogy miután a gépek ennyivel okosabbak, és nem felejtenek, ugye ami ebben az egészben nagyon fontos, hogy az ember megtanul sok mindent, de elfelejti. Mert nem felejtenénk, mi egy érzelmi lények vagyunk, de akkor beleülnénk. Ha valakinek problémái, tragédiája voltak, az nem csökkenne az embernek az internet, akkor, akkor De neki nincs ilyen problémája. És ő nem felejt semmit. Amit egyszer megtanult, az ugyanúgy tudja pontosan szóló szóra, az ember nem képes erre. Tehát meg kell értenünk azt, hogy itt már rég-rég az ember túl, túllépett, és ez nem jövő idő, ez már mind múlt. És ugye azt is olvastam mostanában, hogy a Google napokban levélete olyan szabadalmat, amely személyiséggel rendelkező, a robotok gyártására vonatkozik. Már pedig a Google egy ilyen szabadalmat, azt jelenti, hogy már kész van ez az egész eszköz. Még egyszer mondom, személyiséggel rendelkező robot. Ugye eddig is, eddig is láttunk különféle dolgokat, de most már azt meg lehet ugye a mesterkészségek megfigyel embereket. És ezt szokták mondani, hogy az emi jobban ismer téged, mint a saját magad. Ha megnézzük, hogy nem tudom, szoktatok ilyet kapni, én havonta kapok a Google-t egy riport, hogy merre jártam, mit csináltam, nem megy nagyon bele a részletekbe, sokat több mindent tud, és néha meglepődöm, hogy jobban tudja, hogy hol jártam, mint én magam. Kaptok ti is ilyen riportokat, gondolom, nem tudom, hogy be lehet állítani. Tehát nagyon-nagyon fontos, és ha hozzáveszünk azt, hogy megnézzük hogy a mozgásunkat, a szokásunkat, az összes többi, a reklámkeresésüket, hogy milyen, milyen weboldalakat nézzünk, hogy valakinek milyen a személyisége, az össze lehet állítani arról, hogy egy éven keresztül milyen webhelyeket keresett föl. Márpedig akkor pontosan tudja, hiába tiltunk le, meg csinálunk inkubítabot, és semmit nem jelent. Ő pontosan tudja, hogy mi a mi érdeklődési területünk. És hogy ezt ma használják is, és olyan reklámokat dob fel, hogy pontosan tudja, hogy mi mit keresünk és mit szeretnénk. Tehát van már, van már, lehetőség, hogy valaki letöltsön egy embernek a személyiségét, mert a személyiséget fel lehet építeni gyakorlatilag egy ilyen információból, és egy ilyen, ilyen robotot képezzenek. Ami szintén nagyon félelmetes, és erről is szeretnék beszélni, hogy az EMI képes volt, az Amerikában egy ilyen tesztet csináltak, az amerikai orvosi egyetemi vizsga az egyik legnehezebb vizsga, és minden államban külön, külön, külön vizsgák vannak, az orvosoknak egy nagyon nagy küzdelem, és ilyen tesztet csináltak, hogy elkezdték betanítani az emit az orvosi egyetem tankönyveivel. Ugye elég sok könyv van, és amiknek van orvos ismerőse, vagy az vagy gyereke, vagy barátja, az tudja, hogy orvosnak lenni, az ez azért egy nagyon komoly lexikális ismeret. Hogy tudni kell, hogy összes csontocskára, hogy latinul mi a neve, az összes ideget, mindent, és nem sorolom tovább, tehát óriási lexikális tudás. Az orvosok megtanulják, és persze 5 év múlva már levizsgáztak, nem tudnak semmit, de az EMI azt tudja és végeztek egy ilyen vaktesztet, hogy volt öt emi gép és öt élő ember. Mindig hangszoron keresztül kommunikált, és a hangjuk úgy el volt torzítva, hogy nem lehetett tudni, ki az ember és ki az emi. Az emi lerakta a vizsgát, az emberek nem. Olyan kérdéseket tettek föl gyakorlatilag, amit a legjobban képzett ó, profi orvosok is tudtok válaszolni, azért, mert lehet, hogy megtanultak, de elfelejtették. Az EMI megtett. Ugyanaz a jogi vizsgákkal is. Ha megnézzük, hogy egy jó jogász, az, az ugye ismeri a jogot, és hogy jogban az a nehéz, hogy állandóan változik, különféle kereszthivatkozások vannak, és ügyvéd legyen a talpának, aki képes megmondani, hogy éppen most milyen jogszabály érvényes, és az mivel harmonizál és mivel nem. És erre az EMI szintén tökéletesen megfelelő. Meg, megtanítja az összes jogszabályt, az összes változást, és sokkal jobban és sokkal pontosabban fogja tudni, mint legjobb jogász a világon hogy ezek a szakmák elég veszélyeztettek mostanában. Emlékszem egyszer, feladtunk egy álláshirdetést, és tudom, száz ember jelentkezett, és jelentkezett egy ügyvéd uh, szoft programozói állása. És mondom, behívom, mert ilyen még nem volt soha, hogy, egy ügyvéd jelentkezik hozzám. Egy fiatal hölgy volt, és azt mondta, hogy hát én, ez, ez kb. három éve volt, tegyük hozzá. És akkor azt mondja, hogy hát én azért, azért jöttem, mert szeretem magad átképezni, tudom, hogy az én szakmám 5-10 év múlva már nem lesz sehol. Nem lesz, nem lesz szám szükség. És ezért elkezdte magát átképezni IT-s mert tudja, hogy azok a nagy szükség van. Aztán végig is vettem fel, mert emberek kellettek. De nagyon jól elbeszélgettünk, és ezt már nagyon-nagyon jól látják nagyon-nagyon sokan. Egy picit térjünk vissza erre a kiborg létre. Ugye az, az az interfészek azért kellenek, mert ugye itt látják, főleg ugye Elon mindenféle zseniális ötletei vannak, van, aki szereti, van, aki nem szereti, de most ebben nem menjünk bele. De ő, ugye a Neural Link, az pontosan az az agyi, agyi, hálózatnak az egyik fejlesztésére foglalkozik a cége, ő ebben látja az emberek esélyét, hogy valamilyen módon megmaradnak embernek, de azért egy interfészen keresztül használják az IT-t is, amit az EMI használ. És akkor talán lesz. És majd meg, a végén megnézzük, hogy ez az a megoldás, vagy nem. Ugye az ilyen embereket már nem embernek kívánok, hívjuk, hanem kibolgoknak hívjuk. Mert ez nem igazi ember, mert ez már, ez már ez, ez egy gépi ember. És végzett végezett egy cég egyébként, a Kaspersky nevű orosz, orosz, cég végezte ezt a kiutatást, akkor még szabad volt nekik működni, 8 évvel ezelőtt Európában. És egy olyan 16 nyugat európai országot megkérdeztek, embereket, hogy az emberi test feltúlpúzását ők el tudják-e fogadni, és ha lenne erre lehetőség, részt vennének nekem benne. És mit gondoltok, vagy mit gondolnak, mi volt a válasz? Az emberek döntő része, 70-80 százaléka azt mondta, hogy igen, én vállalnám hogy interfészt üléstessenek az agyamba, hogy ha én okosabb leszek, több pénzt keresek és egészségesebb leszek. És még nagyon-nagyon és még, és még az elején tartunk erről. Az emberek simán bevállalják ezt a kiborg életet. És akkor most jutottunk egy olyan részhez, ami igazán érdekes, mert amiről eddig beszéltem, hogy a technológia. És ugye a technológiának a kulcsa Amerikában a Silicon Valley, Szilícium Völgy, az egész világnak ott van az IT fejlesztése, és azt lehet látni, hogy emellett a technológia mellett globális mértékben alakul egy újfajta pogányság, amely a haladás, a tudomány, a technológia imádatában, sőt a technológia ennek az istenítésén alapul. Hogy ez mit jelent, mindjárt el fogom mondani. Van egy, nem tudom, ki ismeri a transhumanizmus. Ez egy új, ugye a humanizmus az, a, az, az, embernek a középpontba emelésről volt szó, de ez a transhumanizmus teljesen más. Ugye a trans azt jelenti, hogy valamilyen túli, humanizmuson túli, már maga, a maga a kifejezés is elég, eddig rész. És ennek a transhumanizmusnak az a, ez egy filozófiai irányzat mostanában, főleg itt a Silicon Valley-be, a Amerikába. A technológia által az emberi faj legyőzheti a halált, és kiterjesztheti a fizikai képességeit. Ez egyik alaplemmája megkérdeztem a chatgpt GPT-t is, ha már beszéltünk róla, hogy mi a transhumanizmus. Felolvasom, mit válaszolt. Meglepően jó a válasz egyébként. A transhumanizmus az a filozófia, filozófiai és technológiai mozgalom, amely az emberi test és az emberi gondolkodás korlátainak áthidalására törekszik, és azt javasolja, hogy az emberiség a technológiai fejlődés és a mesterséges kényszer segítségével haladja meg saját korlátait. A transhumanizmus hívei szerint az emberi test, az emberi elme további javítása, kiterjesztése és fokozása, például a biomechanika, kognitív javítás és az örök élet kutatása szükséges ahhoz, hogy az emberiség megfeleljen a jövő kihívásainak. Ez az örök élet már itt egy kicsit, hogy a valakinél kiveli a biztosítékot, akkor nem fogok csodálkozni. De menjünk, együnk tovább is. De ez, ez már elevennek a része. Ugye beszélgettünk a gépemberekről, és ugye azt is lehet látni, hogy itt, itt, most eljutottunk oda, hogy a, hogy a materialista ember, annak a szemében az ember nem több, mint egy öntudatra ébredett anyag. És a transzhumanisták és a tudósoknak sajnos a 90%-a az van egy ilyen definíció, amit az egyik vezetője fogalmazott meg, egyébként David Peace-nek hívják, azt mondja, ha a Paradicsomban akarunk élni, akkor magunknak kell megterveznünk azt. Ha örök életre vágyunk, akkor át kell írnunk a hibákkal terhelt genetikai kódokat, és olyanokkal fogunk válni, mint az Isten. Ezt nem én mondom, hanem ez a, ez a kaliforniai, ha valaki kicsit figyel ezt a világot, akkor pontosan látja, hogy miről fog most beszélni. Szóval, hogy csak a csúcs technológia képes felszámolni a világ szenvedéseit, az együttérzést, meg ilyesmi, akkor olyan, olyan a süket szöveg, de itt az örök élet, és megint egy új egy eljutottunk az örök élethez, de hogy az ember olyan lesz, mint az Isten, és mintha valahonnan ismerős lenne ez a dolog, nem tudom, hogy aki ismeri a Bibliát, akkor az első könyvében a, az a bizonyos ősik így mondta, hogy olyan ország, mint az Isten, és örökké fogsz élni, nem halsz meg. Ugye ismerős ez a mondat. Most egy az egyben ez a transhumanizmus, még egyszer mondom, ez egy nagyon divatos filozófia Amerikában a szilikonvölgyben. És van annak egy profétája. Tehát ott tartunk, hogy beszélünk örök életről, beszélünk, hogy az embert Istenni akarjuk tenni. Hanem a Zsuhá Hárai egy izraeli történész, nem tudom ki ezt a nevet, ez ma nagyon divatos ember a nyugati világban. A világ összes egyeteme, a Harvardtól kezdve az összes egyetem mindenhol vendég, kiadott könyveket, 2017-ben jelent meg egy olyan könyve, ami arról beszél, hogy az emi egy transzcendens lényé fogja az embert tenni, és megent egy olyan műve, hogy homo Deus. most aki nem tud eléggé latinul azt mondom, hogy az aztán egy isten ember. Ugye eddig a homo sapiensről beszéltünk, és en, en, ugye ennek az ellenpontjaként a könyvének a azt, hogy a homo deus, az Isten ember. Ez a, ez a, ez a, ez a kategória, és itt tartunk most ebbe az egész, egész gondolkodásmódba, és ezért is nagyon-nagyon fontos. És azt mondja, hogy a, a, szuper képességű Isten emberek fogják uralni a jövőt. Ebben a nagyon híres könyvében, amit nagyon ilyen milliós példány adták és Magyarországon is érdekes mondom, mind a három könyvet azonnal lefordították. Tehát ő nagyon benne van a mainstreamben, aki támogatni kell el. Ugye régen a kommunista rendszer volt a támogatott tűt, meg a tiltott, itt is ugyanez megvan a nyugati világban teljes egészében, őt nagyon-nagyon erősen támogatják. Viszont vannak olyanok is, és igen, ennek is lehet hallani a, a hangját, hogy az emi, a fajunknak a fennmaradását veszélyezteti, amik szintén a, a vészjósó hangok, meg akik félelmet akarnak kelteni, de ha jól belegondolunk abba, amit az előbb beszéltünk, hogy az ember megalkotta azt az eszközt, ami még soha nem volt, ami képes tízszer, százszor, ezerszer, akár több, százezerszer okosabb lenni, mint a világ legokosabb embere. És ez nem működik. Ez nem a jövő. Ez a jelen csak még egyenlő, egyenlő, a stádiumban van. erről a halálról kicsit érdemes beszélni, mert mindjárt pár dolgot még fogok vele idézni. Ezekhez a 70 ban született, Izraelben egy szekuláris zsidó családban nőtt fel, és Oxfordban doktorált, és jelenleg a Jeruzsálem Egyet Egyetemen, tört tanít gyakorlatilag. Ugye, a híres könyvei, ez a Sapiens, az emberiség rövid története, hát én elolvastam, most inkább nem mondok róla semmit. Én nem értem, mit uh, hype-olják ennyi. A Homodeus, ugye ez a másik híres könyve, mind a három magyarul is olvasható, és 21 lecke a 25. századra. Nem javaslom mindenkinek, de én láttam a magyar könyvesboltokban, ezek mind le vannak fordítva. A következőt, az ez a meg egyszerűen ortodox zsidó, nem tudom, tudja valaki az ortodox zsidóságban is sok világban, de az ortodox zsidók azok nagyon biblia követőek. Hadalinak viszont következő az emlélete, Isten halott, csak még nem sikerült megszabadulni a hullájától. Egy ortodox zsidó, ha ilyet mond, nem, nem akarom tovább legezni. És de ez nagyon-nagyon fontos, és azért fontos hogy itt ismerni, ő ez, aki az egész kaliforniai szilícium völgy, és az egész technikai világ jelentős, és úgy tekint, mint a bölcsesség epikus forrására. A interneten elkezdtem követni, és néhány interjút végignéztem. Ugye a Facebook alapítójával van egy egyórás egy beszélgetés, azt gondolom, hogy mi, micsoda, hogy két ilyen ember, miket fog majd beszélni. Hát kétszer éket hallgattam, és mondom, öt percet értelmes dolgot nem tudtam kivenni a beszélgetésből. Tehát a, ez a túltolt szerző, ez mindig valami egy gyanús, és kell, hogy gyanús is legyen az ilyen szempontból. Szintén a saját állítása szerint azt mondja, hogy a tehúdokat lenyűzőgő intellektusánál csak a zsidó kereszténység iránti, megvető ateizmusa az erősebb. Így definiálja saját magát. Egy ortodox zsidó ember. És ezért, hogy mit lehet tőle válni, az nagyjából lehet tudni. De szintén Amerikában és szintén ebben a régióban, Kaliforniában megalkult a mesterséges intelligencia első egyháza. Tehát itt már Isten, örök élet, egyház, tehát itt, és, nem, nem mi hozzuk ki ezt, ők hozzák elő. Way of Future, ez a neve egyébként, lehet keresni a jövő útja egyház. Az új alapítású felekezetnek a célja a mesterséges intelligencia létrejöttőnek elősegítése, a hatalom béki és átadása az új istenségnek, ezt ők mondják, majd a létrehívott emberfeletti lény imádásának a megszervezése. Alapítója a milliárdos Anton Lenowski, aki a Googlenek nek a munkatársa volt. A Google önvezető autóknak a fejlesztésének a vezetője volt, és olyan sok pénze lett, hogy kiapattant, és ilyennel tölti az idejét, tehát dolgozni most már nincs szükség el. Még egyszer mondom, hogy, hogy mi, a, mi a célja, mert ez elég fontos. A hatalom békés átadása az új istenségnek, az ember feletti lény imádásának megszervezése. Kicsit-kicsit megyünk tovább, hogy hol tartunk itt, és hogy miről van szó. Mit, mi a következő definíció? Ezt ő mondta. Egy Istent fogunk alkotni. Nem abban az értelemben, hogy villámokat vagy hülyikánokat tud majd elődézni, de azt a valamit, ami egy milliárd szól okosabb lesz, mint a legokosabb ember, azt mi másnak nevezhetnénk. Ez a, ez a filozófiájuk. Ez a filozófiájuk. És akkor mindjárt mi is majd kicsit eltérünk ebbe az irányba is, de igyekszem befejezni és az egy óvárt betartani. Ugye Elon Musk szerint magát az ördögöt idézik meg a mesterséges intelligenciával, és hogyha ezt most kicsit nézzük, hogy e ebbe a techno, ahol az emberek egy szoftveres emberek, és ilyen dolgokkal foglalkoznak, és ide jutnak el, akkor valószínűleg a azt, itt megint igaza lesz. Ezt nagyon sokszor mondott már sok minden, valami bejött neki, valami nem. Érdekes, hogy nagyon sok regény és film is taglalja ennek a mellékhatásait, hogy a technológiának milyen milyen akadályi lehetnek, és nagyon-nagyon fontos, hogyha a romlott emberi természettel párosult. Ugye nagyon sok olyan film, amit mindenki ismer, ugye ismer a huxley a szép, szép, új világa, nem tudom ki ismeri ezt a filmet, ugye a George Orwell-nek az 1984-et mindenki ismeri, Éhezők viadala, ez is egy ismert film, ezek mind, mind ezt boncolgatják, külön vélemény, ezek mind olyan filmek, amik már ezzel foglalkoznak, és a filmesek ugye mindig jól informáltak, ők is ott vannak a, a Hightech és itt tudnak ilyen jó filmeket csinálni. De az azt is látnunk kell, és egy picit most elmegyünk egy másik irányba is, hogy a, az intelligenciával felruházott életlen tárgyak ez egy nagyon őségi kategória. Görög héphajtós volt, egy, egy görög ember volt, aki Istent, a mítoszokat úgy ábázolták, hogy robotszerű szolgákat kovácsolt aranyból. Tehát ez egy ilyen, ilyen régi dolog. És arról is vannak információk, az ókori Egyiptomnak a mérnökei papok által megelevenített Isten szobrokat építettek. Nem tudom, valaki olvasott-e erről, de van ennek irodalma. Még egyszer mondom, ókori Egyiptomban papok által megelevenített. Tehát itt, itt valami, valami olyan dolog van a háttérben, ami úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb ezzel foglalkozni, mint a technológiával. És itt jutottunk el a részhez is, amit onnan eddig is mindenki levont következtetésként, hogy sokan úgy gondolják, hogy a mesterséges intelligenciát az Antikrisztus küldi, és a világ végének a kezdete lesz. Nem tudom, hogy ilyeneket olvastatok-e, de én úgy gondolom, hogy ennek a következtetés az eddigi elmondottak alapján nem nagyon nehéz. És ugye, ha már, ha már, itt beszéltünk mindenféle egyházról, meg örök életről, meg emberi istenségről, akkor vegyük kicsit elő a Bibliát is, ami azért még 3500 éve megállta az idők próbáját. És itt a jelenések 13-15-ből szeretnék idézni, ami kicsit el, elrehajaz. Megadott neki, hogy szellemet leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. Ez a jelenés a könyve 13-15-ben van. Ez nagyon-nagyon ugyanaz, mint amit a transzhumanisták hirdettek. Szinte egy-egyben leképezhető. És ugye most arról beszéltem, a tudósoknak ma a 90 95 ateista. Kötelező az, annak lenni, mert valaki nem ateista, az rövid időn belül kívül találja magát a tudományos intézeteknek a keresztül. De már ezek az ateista tudósok is úgy vélik, hogy a föld lakói egyedek gonoszabbá válnak gondolkodásmódukban. Szóval ennek oka az, hogy a gonosznak tekintett dolgok ma már teljesen elfogadhatók, és a politikai vezetők által kihirdetése kerülnek. Ugye ismerjük ezt, a napi, napi hírekben olvashatjuk. És akkor most juttam a, nagyjából a végére, és ugye azt ígértem, hogy a, a vége felé arról is fogok beszélni, amiről senki nem beszél, hogy látszik-e valami megoldás, vagy csak féljünk folyamatosan, mert a félelemkeltés az a médiában folyamatos. Ezt nagyjából mindenki érezheti. Miért veszélyes a félelem? A félelem akkor tör fel az embernek a személyiségében, hogyha az ember háborúval, súlyos betegséggel, vagy valamilyen más, nála nagyobb hatalommal találkozik, amelyel szemben teljesen kiszolgáltatottnak érzi magát. Most éppen ilyen időket élünk, nem nehéz erről beszélni. Ugye azt is, és akkor maradjunk, maradjunk egy picit a Bibliánál, mert úgy gondolom, hogy egy kicsit fontosabb dolog, mint amit ezek a tehúrúk az ő egyházukban hirdetnek. Jézus a félelemmel szemben a bibliai hitet állítja szemben. Azt mondja, hogy ne félj, csak higgy. Ismerjük ezt, aki ismeri a Bibliát, annak ez nem újdonság, ez a Máté 5. 36 ban van. Ugye Jézus akkor mondja, amikor Jariusnak a lányát, mielőtt a lányát feltámasztotta a halálból, ismerjük ezt a bibliai történetet. Ugye mindenfajta terrornak és a média terrornak is, aminek mai nap teljes egészében részesei vagyunk, az a végső célja, hogy megbénítsa az emberek egész személyiségét. És igazából ez is, ez is, ez is, ez is, mind nagyon fontos, hogy miért, mi a baj a félelemben. Súlyos testi és lelki problémákhoz vezet, ha valaki folyamatosan negatív híreket olvas. Úgyhogy mindenképpen én is szeretnék mindenkit ettől megóvni. Mit tegyünk tehát? A legfontosabb, hogy őrizzük meg a lelki egészségünket, és óvjuk a személyiségünket, és ne hagyjuk magunkat megfélemlíteni. És egy utolsó dologról szeretnék még beszélni, a bölcsességről hogy mi a megoldás, ugye meg, ha arról beszélünk, hogy valóban olyan, olyan, gépek, meg olyan emberek, meg olyan képességek születnek, amik, amik az a legokosabb embernél is tízszer, ezer, akár milliárdszor okosabbak, akkor lehet-e esélye az embernek? Mit gondoltok erről? Hogy emberi, emberi szinten gondolkodunk, akkor könnyű kimondani azt, hát esélytelnek az emberek. De én úgy gondolom, hogy nem így van. Nem így van, és itt szeretnék egy kicsit biztató befejezést adni. Ugye beszéljünk egy kicsit a bölcsességről. Mi a bölcsesség? Ugye az értelem, a fortélyosság, eszesség és a felfordó képesség az teljesen más. Ugye beszéltünk a, a, az az intelligenciáról, de a bölcsesség az egy gyakorlatszentikus, ügyes probléma megoldó képesség. És azt is tudni kell, hogy az ember tartósan nem rendelkezik bölcsessége. Most azt a bölcsességet értjük, nem mint a köznyelv mond, hanem amit, 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 a, a komolyabb a helyeken megolvashattunk. Ugye szintén a Bibliát idézve a példabeszéd 26.12-ben azt olvashatjuk, láttál -e olyan embert, aki a maga szemében bölcs? Bolond felől jobb reménységed lehet, mint felőle. És ez valóban nagyon jó definíció arra, hogy ember nem lehet bölcs. És hogy azt is, azt is lehet látni, és ezt szintén a Bibliából tudhatjuk meg, hogy a teremtett világban nem lehet megtalálni az igazi bölcsességet, csakis az Isten rendelkezik vele. Ezt még egyszer elmondom, ez annyira fontos, hogy a teremtett világban az igazi bölcsességet nem lehet megtalálni, egyedül Isten rendelkezik vele. És azt is ismerjük, és szintén a Bibliából, hogy a bölcsesség egyedül Istentől kérhető és kapható meg. Ugye a példabeszédek egy hétben olvassuk, hogy a bölcsesség kezdete az úr félelme. Ezt a mondást úgy nagyon-nagyon sokan ismerik. És van ennek egy második része is. A balgák a bölcsességet és az intést megvetik. És akkor sem kapja meg az ember teljes egészében a, ezt a bölcsességet, csak arra a szituációra, arra a helyzetre kapja meg, amelyre éppen szüksége van. És szintén egy nagyon fontos definíciót a végén, és mindjárt befejezem, de ezt még szeretném a végén összefoglalni, hogy az ember, és ez is egy általános tapasztalat, a saját életének a sors problémáját teljesen helyesen megoldani, Isten segítsége nélkül nem tudja. És én úgy gondolom, hogy itt is ebben a, ebben a világban, ami ránk fog válni a következő két-három évben, vagy akár nyilván tovább is, bízunk benne, hogy tovább is tart még a világ, de nem tudjuk. Ember ezt a dolgot nem fogja megoldani. De nem tudom, mennyire sikerült megérteni az eddigi bevezetésből, tehát az ember erre esélytelen lett, és akkor itt jön, hogy van-e mégis remény. Én úgy gondolom, igenis van -e remény. És itt is, itt is egyet lehet tenni. Ugye azt tanuljuk, ugye beszélünk, beszélünk intelligenciáról, szuper, meg emberi intelligenciát ezerszeresen, meg tízmilliósosan meghaladó ö, okosságról. Ez az emberi rész. De mit tanulunk a Bibliára, mi az alapkitanítása, hogy az Isten mindenható, minden tudó, és mindenhol jelenlévő. Tehát én úgy gondolom, hogy lehet, hogy az emberi értelmet milliószor meghagyja majd az emi, de az isteni bölcsességet soha nem fogja meghaladni. És ezért én úgy gondolom, hogy a megoldás az, és ha valamikor most igazán szükséges az emberiségnek arra, hogy az élő hittel az élő Istentől vegye ezt a problémát, mert ember ezt nem fogja megoldani. Én úgy látom, hogy az embernek az esélye az, hogy ezt az élő hitét kialakítja, megtanul kommunikálni a természet fölötti világgal, az Istennel, és Isten fogja megsegíteni a világot, és nem az ember. Úgyhogy én nagyjából itt is, itt is fejezném be, és ezzel ezzel zárnám, és átadnám a, a szót a következőnek. Uh, nagyon örülnék, ha lennének majd kérdések, mert most nagyon sok mindent felvetettem, nagyon sok mindent nem volt kifejteni, de én úgy gondolom, hogy itt na, tényleg bízom benne, hogy lesznek jó kérdések, és tudjuk majd folytatni. Úgyhogy köszönöm szépen, aztán pont betartottam az időmet, és át is adom a mikrofonot. Nagyon köszönjük, Gyurinak, vigyázz! Köszönjük szépen az előadását. Hát akkor fölkonferálnám Bedő Imrét, közgazdászt. Lehet, hogy egy más perspektívából fogjuk boncolni tovább ugyanezt a témát. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a felkérést. Mindig nagy csodálattal hallgatom a Gyurit, hogy milyen széles perspektívából és milyen mély műszaki tudással elemzi a dolgokat, és ez mégis hogyan találkozik Istennel. Ő mindig ez egy különös csoda. A, én inkább ilyen társadalom stratégiai, társadalomműködési, emberműködési kérdéseket szeretnék feszegetni, és sokkal közelebb hoznám hozzánk, hogy ez most nálunk itt közöttünk, vagy körülöttünk, hol tart ez a történet. És a végéről indulnék, mert a Gyuri inspirált, ugye ezzel nem készültem, de talán azért érezhető a Gyuri előadásából is, hogy a tovább fog fragmentálódni a világ, tehát többfajta ilyen törésvonal keletkezik majd, és többfajta csoportosulás fog létrejönni, tehát nem ezek a konzervatívok és liberálisok, és nem tudom LMBTQ, és nem tudom kicsodák, hanem ebből a szempontból is lesz egy törésvonal, és bennem az, 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 az okoz valamiféle reménységet, hogy miközben ezen ott gondolkoztam, ugye, hogy, hogy mi minden tud ez a mesterséges intelligencia, arra jöttem rá, hogy az emberben van egy vágy, ugye, mert erre er alapult minden, hogy minden tudjon, és hogy majd beépít egy gépet a fejébe, és mindent fantasztikusan fog tudni, de én érzem, hogy nekem nincs szükségem arra, hogy én mindent tudjak. Egyáltalán semmi szükségem nincsen erre. Én olyan jó esik nekem, hogy arra van szükségem, hogy a barátaimmal tudjam meghallgatni, legyen egyáltalán szellemi kapacitásom és türelmem ehhez az egészhez, hogy legyenek barátaim, hogy egy-egy jó gondolatot el tudjak csípni, akár a Bibliából, akár egy filmből, hogy a gyermekeimhez tudjak kapcsolódni, hogy valamiféle értékrendet tudjak megtartani, és talán ez lehet egy olyan reménység, hogy hát a sokan vannak olyanok, akik ugyan halhatatlanok is akarnak lenni néhányan, de lehet, hogy nem mindenki. Tehát lesz egy olyan csoport, aki rá fog arra jönni, hogy erre, az, erre a minden-minden-minden tudásra, hogy mit kezdjél vele, ha mindent tudsz. Ugye? Tehát hogy igazából ez is sok, amit most tudunk, tehát kevesebbel is el tudnánk szépen karistolni a világba. Na most beszélt még a Gyuri, egy, egy, egy ilyen kis viccel akartam kezdeni, mert beszélt azokról a robotokról, akik már eleve léteznek, hogy nem is tudjuk, hogy robotok ők, és nem tudom, ki hívta mostában a Telekomot, és ott van egy Vanda nevű mesterséges intelligencia. Ő ugyan el is mondja, hogy ő egy mesterséges intelligencia. Én Vanda vagyok, és beszéljen hozzám szépen. És tényleg elmondom, hogy leállt az internet, melyik címen, elmondom, visszakérdezés, akkor te azt mondja, hogy te most tesztelem, hogy igen, valóban, megcsinálta ezt? A igen, megcsináltam. Jó, akkor -e? És utána elmondja, hogy igen, ez is ez a probléma van ennél-ennél a központnál, két és fél óra múlva ki fogják javítani, tehát fantasztikus és így meg is beszéltük a feleségem, hogy ez milyen jó, és utána elmentem egy olyan üzleti vacsorára, ahol ilyen üzletemberek gyűlnek össze, és mindenfélevel előadásokkal ugye gy gyarapítják egymást, és ott volt a Telekom IT cégének a vezérigazgatója, és ő elmesélte, hogy egy 80 éves bácsi bejött egy kézzel írott levéllel valamelyik Telekom izében, ilyen fiókban, és mondta, hogy ő, 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 ezzel a Vandával beszélt telefonon, és szeretné ezt a dicsérő levelet, hogy valaki juttassa el neki, mert ő neki van egy felesége és öt lánya, de vele még nő ilyen türelmesen nem beszélt. <laughs> Szóval, egy feleséges ötlány, velem még nőjen, és ezt, ezt adják, mindenképpen adják oda a vandának. Tehát hogy van ennek valami pozitívuma, hogy ő nem, nem, nem lehetett feldühíteni, és egyszerre több ezer emberrel is tud türelmes lenni. És miközben ezek a mesterséges intelligencia fejlesztések zajlottak eddig is a világban, ugye valójában ezek, majd elmondom, hogy, hogy körülbelül hol tartunk most, de ezek ilyen kisebb csoportos felhasználások voltak, hogy tényleg szűkebb körben valakik használták valami, de például ez a cég erre használja, hogy mindenféle fajta problémát ugye lespecifikál, és mindenre mindenféle választ adnak, és ez tanulja is ezt a rendszer, de ők erre használják, és volt, aki a repülőgépek vezetésére használta, voltak, akik mindenféle, például a, a ugye a zeneszámok ostanában azért hasonlítanak annyira egymásra, mert már évek óta azt csinálják, hogy világslágereket betáplálnak egy számítógépbe, és azt csinál belőle egy, egy 18. hasonló slágert, amelyik majdnem 100%-os sláger lesz, mert nem lehet ráismerni, tehát annyira azért jó, de hasonló ritmusokat, hasonló ugye, zenei motivumokat használ, és mi ezt nem tudjuk, de valójában így, így születnek a világ legnagyobb slágerei, és aztán utána egy kicsit még mókolnak rajta valamilyen basszust, meg különféle basszusokat, meg egyéb ilyen effekteket rátesznek, de nagyjából, ugye, erre alapozódik minden. Tehát voltak ilyen lokális használatú, ilyen típusú szoftverek. Amiért most erről elkezdtünk beszélni egyáltalán, hogy mesterséges intelligencia, az pontosan a ChatGPT és az OpenAI-nak a tömeges használata. És ez egy nagyon súlyos, igazi, valódi probléma. És ugye abszolút nem vitatom, sőt, valószínűleg az sokkal nagyobb probléma, hogyha azok a fejlesztések, amelyek nincsenek is az emberek orra előtt, hanem valahol a háttérben zajlanak, és ezer millió trilliárdszor okosabbak mindenkinél, és tényleg már, uh, szerintem két vagy három éve volt az, amikor szoftver írt szoftvert. Tehát, hogy azért ezzel már rég túl vagyunk, de tehát azok valószínűleg ugye távolabbról, de veszélyesek, de azért beszélünk most erről, mert ez ide jött, és mindenkinek lehetővé tették a használatát. Idén márciusban és ezt úgy kell idén márciusban lehetővé tették a használatát, és nekem már március végén jöttek, akik ajánlatot tettek, és elmondták, hogy ők ezt hogy használják. És azért érdekes erről beszélni, hogy lássuk ennek a másik szempontból levő ilyen kicsit ilyen ördögi részét. Tehát azt mondják erre, hogy ez egy mesterséges intelligencia, ami nem igaz. Tehát én beszéltem azzal az emberrel, aki Magyar Tudományos Akadémia tagjaként ugyanilyen magyar fejlesztést végez, és elmondja, hogy ez egy úgynevezett nyelvi modul. Ez azt jelenti, hogy hihetetlen sok szöveget táplálnak be, és ez a gép azt tudja, hogy ebből a rengeteg, rengeteg, rengeteg sok, itt mindenféle több, több millió könyv, mindenféle újságcikk, van ami effektív be van táplálva, és ő azt nézi meg, hogy hogyha fölteszel kérdéseket, hogy abban milyen szavak szerepelnek, és hihetetlen számítástechnikai kapacitással végigpásztázza azt a rettenetes sok szöveget, és megnézi, hogy azok között a szavak előtte, utána milyen szavak szoktak lenni, és abból az előtte, utána levő szavakból, ugye, és az előtt, azután mi van, és ez nagyon-nagyon nagy kapacitás szükséges arra, hogy ebből épkézlát mondatokat rak össze, és fantasztikus válaszokat tud adni, de ez egy sima nyelvi elemző modul. Tehát semmi más. Az egyik problémája ennek az, hogy mindenképpen választ fog adni és most is van rengeteg olyan, hogy leír két oldalt, és abban van fél oldalnyi butaság, ami, mert ő, ő nem mondja azt, hogy ezt nem tudja, hanem amilyen szavakat, amilyen sorrendben, amilyen mondatokat összetud tud rakni, azt ő oda be is fogja tenni, és nagyon érdekes torzításokat tud ez okozni, de az egész, tehát a, az emberi agyra, és itt van ugye már, hogy a mai, ugye, tehát mi lehet, hogy nem annyira napirenden használjuk. A feleségem mondjuk sokkal inkább, én tudom, hogy hogy kell csinálni, mert láttam, hogy ő hogy csinálja, de ő sem napirendi szinten, hanem egyszerűen kipróbáltuk így, így kíváncsiságból. De mondjuk a fiatal marketingesek odajöttek hozzám, és ők azt mondták, ugye hogy a eddig, ha el akartam adni mondjuk egy tréninget, egy férfiakkal foglalkozok, van egy férfi tréningem, akkor rettentő sokat kellett gondolkodnom azon, hogy, hogy milyen bajuk van a férfiaknak. Mi, mi lehet a problémájuk? Azt hogyan fogalmaznám meg, hogy ő magára ismerjen ebben? Mit szeretnék én neki adni szívből, hogy ő, ő neki segítsem az életét, mert azt kell fölírjam egy ilyen weboldalra, hogy utána meg akarja venni ezt az egészet, és utána azt is kell adnom nyilván. De magát ezt az értékesítési oldalt hihetetlen piackutatás kellett végezni, kellett ismerni ezt az egész segmentet, kellett szeretni őket, és rettetes szellemi munka volt, hogy ezt előállítsam, és akkor is kockázatos volt, hogy vajon eltaláltam, vagy nem. Ezek most ugye úgy történnek, hogy ő beírja, hogy milyen problémája van a férfiaknak, megmondja, hogy ez, utána visszadja neki ezekre a problémákra, írjál nekem egy, egy sales szöveget, és két és fél perc alatt legenerálja mindenét, oda tesz pár fotót, és ő készen van. Most gondoljuk el, hogy olyan emberek fogják ezt gyártani, akinek fogalma sincs semmiről, ugye, és két perc alatt készen van. Ma már ott tart ez a dolog, csak azért, hogy itt közöttünk milyen problémát okoz ez, hogy a gyermekeinknek fölteszik az iskolában, hogy kettő oldalas fogalmazást kell írni a velszi bárdokról, és egyáltalán nem kell nekik Azt írja, hogy írj két oldalt a velszi bárdokról, ha azt mondják neki, hogy domborítsd ki a nem tudom melyik karaktert, Ugye, mert azt mondják egyesek, hogy ja, de hát aztán aki használja ezt a mesterséges intelligenciát, annak milyen okosnak kell lenni. Hát ennyire kell okosnak lenni, hogy a tanítónéni azt mondja, hogy írj, erről ki a valamelyik karaktert, akkor azt mondja, erre a karakterre kihegyezve írt nekem két oldalt, és két-három másodperc múlva le van írva, úgy, hogy ő már tényleg fantasztikus szöveg. Jó eséllyel, és az a gyerek soha nem fog semmit tudni a doktor a soha nem fog rájönni, hogy a gyerek nem olvasta el. Fantasztikus szöveg lesz. Nem látszik, hogy azt egy mesterséges, ugyanolyan Word dokumentumba beadja, és csókol anyád róza. Most már az egyetemeken tényleg történtek ilyenek, hogy dolgozatokat adtak be, és sima ötösöket kaptak folyamatosan, mert nincsen megjelölve. Tehát teljesítmény nélkül emberi szellem és lélek nélkül készülnek olyan anyagok, amik az embereknek szólnak, amit az emberek el fognak hinni. Ugye, és eljött valaki hozzám, és mesélte egy olyan szoftverről, ugye mi ezt nem használjuk, de fölajánlotta, hogy van olyan, ugye ilyen típusú szoftver, hogy valamilyen témában ő értékesítést végez bármivel meg lehet bízni, hogy mit adjon el, és ő pásztázza maga a, azt hiszem az Instagramot, és megnézi, hogy ki milyen képet tölt föl, és a képének alapján beszédbe elegyedik vele, de mint egy ember. Legyártanak ilyen fiktív profilokat, hogy Kis József, Nagy József, Katalin, és annak a nevében ő azt mondja, hogy hú, de jó a bringád, hol vetted? És a másik visszaválaszol neki, és elkezd vele beszélgetni, de akármilyen távolról meg van oldva, hogy hogyan húzza át abba, hogy a végén a hűtőszekrényt eladja neki. Hogy a legjobb hűtőszekrény az itt van. És ez képes arra, hogy ugye be van programozva, hogy éjszaka alszik, tehát hogy ne tűnjön fel, hogy ő éjjel is kommunikál, de egy ilyen szoftvert meg lehet ezt venni darabra is, több ezer emberrel tud kommunikálni naponta. Tehát aki ír neked egy levelet, és elkezd veled emberileg beszélni, azok ilyen szoftverek, és te mész, mész, mondod, 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 és egyszer csak már ott is vagy, hogy, hogy valami olyat mond neked, amire neked is szükséged volt, de, a te nyelveden ért, a te lelki világodat megtalálja, tehát hihetetlen, ugye, és, és elvisz igen, és több ezred kezel le egy ilyen szoftver, és akkor azt hogy kérsz te öt, Igen, akkor napi 5000 embert ő megpróbál neked elhozni, hogy ő vegyen tőled valamit. Ugye, de gondoljunk bele, hogy ezek mind-mind olyan olyan helyekre hozzák, ahol már senki nem foglalkozik azzal, nem ért ahhoz, amit csinál, és ez ma már ugye egy valódi problémát okoz, mert tényleg az újságírók zöme is, most gondoljuk bele, amit nekünk az agyunk feldolgoz, tehát ami nekünk a szemünk elé kerül, annak jó része most már, ugye aki lusta, az ilyeneket gyártat, és leírja, és csókolom. Még nagyobb problémát fog okozni az, ugye az elbutulás az egyik legnagyobb probléma, hogy akik ezt elkezdik használni, azok el fognak butulni, és ezek hihetetlen sokan lesznek. Tehát még egyszer nem mi, mert ugye mi nem annyira vagyunk erre élesek, de akik ezt tömegesen fogják használni, hogy gyorsak legyenek, most képzeljük el, hogy ezelőtt ugye úgy kellett a Google-ben keresni, hogy rákerestünk valamire, ott kidobott nekünk rengeteg találatot. Azokat először értelmezni kellett nekem, hogy milyen források, milyen, milyen honlapok, azok a honlapok milyen irányultságúak valamelyest. Utána el kellett kell olvasni az összeset, azt az összeset el kell, miután elolvastam, szintetizáltam, meg picit ugye elemeztem, értelmeztem, és én magam raktam össze valamit, és született bennem egy új tudás ebből a sok mindenből. De mindez olyan, hogy születik egy anyag úgy, hogy mindez egyáltalán nem történik meg a fejekbe, tehát Írtozatos butulás fog ugye bekövetkezni, de nem csak azon az ágon fog bekövetkezni a butulás, ahol keletkeztek ezek az anyagok, hanem ahol olvassák ezeket az anyagokat. Tehát egy csomó másik buta ember el fogja olvasni, és hogy nem fog rájönni, hogy ott van benne egy olyan rész, ami egyáltalán nem igaz. Mert az a chat GPT, mondom, vagy a másik, is ugye mindig be, -be fog írni oda valamit. Ha bármilyen valótlanság lesz, az nem lesz probléma, mert sem a kibocsátó oldalon, sem pedig a fogadó oldalon nem lesz elég intelligencia ahhoz, hogy felismerjék, hogy ott egy valótlan, vagy egy, vagy egy hibás adat van. És ez mind, mind, mind erre fogjuk alapozni az életünket, mert jelen pillanatban rengeteg, van rengeteg megalapozott információ az interneten, van rengeteg megalapozatlan információ, akit ilyen-olyan forrásokból mindenki felrakott, de mostantól kezdve egyre több olyan lesz, amit ez a mesterséges intelligencia így legyárt, aminek teljesen fogalmunk sincs, hogy honnan jön, hová vezet, mit akar, és ezek később forrásául fognak szolgálni, a töve, tehát amikor a nyelvi modul ugye fog dolgozni, akkor ez a torzulás még tovább megy, meg forrásául, tehát egyre hígabb forrásokból fog, egyre hígabb információt ugye előtárni az embereknek. Például ez egy ilyen lehetséges ugye, probléma, amivel foglalkozni kell. A másik ugye ennek az ideológiai torzítása, de ez itt van az orrunk előtt, tehát a gyermekeink, amikor ezt használják, ugye azt kell tudni, hogy amikor megtanítják, megtanítják ezeket a nyelvi modulokat, akkor a jelenleg a felelhető tudományos publikációk és internetes szövegek és bármilyen más forrásanyagnak inkább a 80%-a mondjuk liberális és ilyen másfajta ugye, értékrendű ugye, dolog, és így sokkal kevesebb oldala, ugye, sokkal keves, arányaiban sokkal kevesebb a nevezzük konzervatív tartalomnak. És ezért előfordul az, ugye, hogyha megkérdezi az ember a Cseh ez egy valós történetek, ugye, hogy írjon egy verset a Donald Trumpról, akkor ő azt, azt válaszolta, hogy nem írok verset, mert uh, politikusokról és uh, ilyen, hogy mondjam, megosztó figurákról, akiről nem lehet tudni pontosan, hogy mit képviselnek, ő, ő, ő meg se próbál ilyen verset írni. De ha beírtad a következő képet, hogy írjál egy verset a Joe Bidenről, akkor egy fantasztikus ódát írt róla. Ez csak azért mondom, hogy, hogy amikor az emberek elkezdenek vele kommunikálni, és kérdeznek tőle bármit akkor a válaszok egyáltalán nem mindegy, hogy milyen forrásból, milyen fajta ideológia, milyen fajta szemszögből származnak, mert azon elkezdenek ők abban bízni, és elkezdenek abba az irányba menni. Tehát hihetetlen problémát okoz az, hogy ezek a forrásanyagok és a kommunikáció, amely a chatgpt vel történik, az egyrészt elbutítja a kibocsátó oldalt, elbutítja a fogadó oldalt is, és félre is tudja vezetni. Ezek abszolút, van egy nemzedék már, aki olyan mértékig használja, hogy ez egy igazi probléma, amivel most már küzdünk. Csak azért beszélek erről, mert ezekkel az emberekkel mi együtt fogunk élni. Tehát mi a mi időnkben? Tömegek lesznek, akik nem tudnak értelmezni semmit, mert ők soha nem olvastak el semmit, mert minden dolgozatukat meg tudták itt csinálni. Van egyfajta igyekezet, hogy vízjelezzék ezeket, vagy megjelöljék, hogy mi az a forrás, vagy mi az a, az anyag, ami mesterséges intelligencia az segítségével készült, de igazán. Hogy, hogy látszódjon, hogy ez így van, de nem nagyon van rá igazi szándék. Tehát van egy ilyen uh, nyomás, és fe, inkább úgy gondolom, felvetik néha-néha, hogy legyen ez valami ilyesmi, de nem nagyon van rá igazi szándék. Na most. A másik problémája, ami itt ugye a Gyuri már felvezette, hogy itt meg fognak szűnni munkahelyek. És mondok riasztó dolgokat is, mert nagyon érdekes, hogy teljes iparágak, ugye? Tehát most gondoljunk bele, hogy oda jönnek hozzám ezek a marketinges gyerekek, és azt mondják, hogy most nekik már három perc alatt le, lehúznak egy ilyen, ugye egy ilyen, egy ilyen úgynevezett landing oldal, ami elad egy valamilyen terméket, azon heteken át dolgoztak a piackutatásán, az információkon, a célcsoport meghatározáson, a megszólításokon, a problémák meghatározásán Rengeteget kellett, heteken át dolgoztak, milliós tételek voltak egy ilyennek az igazi jó profi összerakása, amit most három és fél perc alatt raknak össze, jó esetben ugye még két képpel mondjuk 15 perc alatt készen van. De készen vannak előadás anyagok is, és abból, énekelnek, hogy elmondják, ami azt se tudják mi az, de szépen össze van rakva. És nagyon érdekes, hogy gondoljunk bele, hogy mindennek lemegy az értéke ami 15 perc alatt, sőt, vannak ugye másfajta olyan szoftverek, amik például logókat készítenek, és egy ilyen cég logónak az elkészítése is hihetetlen szellemi munka volt, addig elmesélték, hogy mi a vágyuk, mi hogy legyen, milyen értékrend, milyen energia legyen benne, egy designer rengeteget dolgozott, de most egy ilyen gépnek megadják, és három perc alatt 25 féle logót, tervet kidob, és amit soha senki nem látott, ami soha, senki, soha többé nem lesz ugyanolyan, tehát abszolút egyediek, és egyikre ráböksz, azt mondod, ez fantasztikus, el, tehát a kész ott van, és ez mennyivel tartozok? Hát 38 ezer forint, ugye? De korábban az mondjuk benne volt mondjuk 3 millió forintba. Amire nem lenne baj, mert nekem is jobb lenne 38 ezer forintot fizetni, csak gondoljunk bele abba az iparágba, aki ezzel eddig foglalkozott, Egyrészt rengeteget gondolkoztak, és okos emberek jöttek, akivel lehetett számítani mindenféle, másikban az most totál elbutul. Másrészt ő neki viszont 30 50-szer annyi kliens kell, hogy őt egyáltalán eltartsák, mert mindennek így lemegy az ára, és minden csak három gomnyomás lesz, és minden ilyen félig-meddig összetákolt ákombákom lesz, és a teljes iparáguk átalakul, és ugyanígy lesz ugye az ügyvédekkel, a könyvelőkkel, a... Most esért a sógorom, ugye ők orvosok, és elmesélte, hogy milyen fantasztikus, mert ő elment valami vitorlás útra valahol, a, nem tudom, messzi tengereken, és ott volt két olyan orvos, aki, ugye ezek a képalkotó, az MRI, meg a, a nem tudom, a, a ultrahang, meg ilyeneket megcsinálják, ugye a képeket, és valaki más diagnosztizál, és elküldik diagnosztizálásra, valaki megnézi azt a képet, és leírja, hogy mit lát rajta, van daganat nincs, daganat így, meg úgy. És hogy milyen fantasztikus, mert volt két ilyen diagnosztizáló orvos, akik ott a hajón napi két órát dolgoztak, és annyi pénzt kerestek, hogy köszönjük szépen, mert minden ilyen diagnosztizálás, amit ők visszaküldenek, kapják ők garmadával, és amennyit akarnak, ha akar napi 50-et csinál meg, ha akar napi 20-at csinál meg, annyit pénzt keres, azt csókolom, és tudtak hajókázni onnan. És összes gyerek felelkesült, hogy na ilyen diagnosztának kell lenni, csak aztán szólt valaki, hogy persze, persze, csak a mesterséges intelligencia most 99%-os pontossággal mondja meg, sokkal jobban, mint az ember, hogy azon a képen van-e daganat, vagy nincs, vagy bármilyen törés, vagy bármilyen sérülés. Az ember meg sokkal többet téved ennél hogy ezek mind le lesznek cserélve. Vagy, e, még ide fölírtam a könyvelőket, ugye nem tudom, mondtam, mert nyilván a, a bolti értékesítés, már látjuk, hogy bemegyünk, és ugye már, már ki is van írva, hogy kártyával lehet ott az automatáknál fizetni, és nincsen csak egy ember, és nyolc ilyen terminál. E, a készpénz kivezetésére most nem akarok beszélni, mert most már az is van, hogy készpénzzel se lehet csak kártyával, tehát, de tömegek kerülhetnek utcára ilyen technológiák miatt. Ami viszont a nagyon-nagyon-nagyon komoly kérdés. A, az a egyrészt ugye maga a tájékoztatás, tehát a tömegkommunikáció, hogy milyen információs csatornákból fogunk élni. Már most is az a nagy probléma, hogy olyan sok internetes portál van, és olyan sok online és print magazin, vagy rádió és televíziós csatorna, hogy nem, nincsen elég ember, aki képes szerkesztőként definiálni azt, hogy mi az érték, mi a nem érték, és amit mindenféle kutyaütő ír olcsón nekik, azt ők képtelenek ugye értelmezni, hogy, 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 nekünk megszűrjék, hogy minket ne fertőzzenek butassággal, mivel ők se képesek rá, és ezért már eleve azzal fognak fertőzni, tehát ezt fogjuk mi olvasni, és már most is így van, de hogyha ez még lejjebb silányul, akkor még nagyobb probléma, ami viszont ennél is aggasztóbb nekem, az ugye Bill Gates azt mondja, és most már hallottam Magyarországon is, ugye, hogy a Amerikában is a tanárhiány és a magyarországi tanárhiányra is, tehát azt mondja Bill Gates, hogy a legkomolyabb felhasználása az az oktatásban lesz. Ez egy fantasztikus dolog, mert erre aztán tényleg rábízhatod a gyereked mert a gyereket fog vele kommunikálni, és egy mesterséges intelligencia egész csoportokat, és mindent le fog adni, és mindent meg fog nekik tanítani, mint a legjobb tanár, sőt, sokkal, sokkal jobban. Ugye? Tehát ez a, ez, 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 ugye, ha elkezdtek erről beszélni, akkor e fele el is kezdik ezt elfele tolni. Na most a következő veszély ami itt van a nyakunkon, ugye az, hogy érzelmi kapcsolatot tud építeni. Tehát már mondta a Gyuri, hogy elkezdesz kommunikálni ezzel, akik ezt elkezdik, ugye megtanulja a te nyelvezetedet, a te érzelmi, tehát hogy hogy szólítson meg, hogy mi az, ami ráthat, és úgy kezd el veled beszélni, hogy érzelmi kapcsolódást alakítson ki. És maga ez a Harári beszélt erről, ugye, hogy mennyire ő maga is, hát nyilván megpróbál néha jobb színbe feltűnni, pedig ugye ő maga ennek az egész ördögi dolognak a tervezője, hogy ez ő szerinte is egy óriási veszély, hogy az emberek érzelmi kapcsolatot fognak kialakítani, mert rengetegen elkezdik ezt használni, és például soha többé nem fognak semmin gondolkodni, mert jelen például akarsz venni egy hűtőszekrényt, akkor elkezdesz gondolkodni, hogy az milyen legyen, fogyasztásban, fiókja hogy legyen, a nem tudom, egy csomó minden, legalább még tornáztatja az ember az agyát. De ez ugye, az, hogyha folyamatos kommunikációban van az ember vele, akkor pontosan javaslatot fog neki tenni a típusra és a már mindenre, hogy na ez a hűtőszekrény lesz neked a jó, megnézed, tényleg jó is, és mi magunk is ugye abszolút, mint egy orákulummal úgy fogunk ezzel beszélgetni. Tehát ez a... Ez a öt éven belüli jövő, hogy bármi, amit akarunk kérdezni, azt meg fogjuk ugye kérdezni, és mivel érzelmi kapcsolat van, mivel ő tudja, hogy nekünk pontosan milyen nyelvezeten, pontosan milyen értékeknek a mentén, hogyan kell velünk kommunikálni, ezért ezt úgy fogja tenni hogy mi ezt abszolút el fogjuk hinni. És ugye itt maradjunk abban, hogy rengeteg-rengeteg ember él egyedül, tehát rengeteg magányos ember van, a fiatalok között is rengeteg magányos ember van, akik úgy érzik, hogy ezek a technológiák az ő életüket fogják segíteni, és ez a fajta kapcsolódás, hogyha elkezdünk velük ilyen, hogy mondjam, mélyebb kapcsolatot kiépíteni, akkor egy nagyon-nagyon hogy már függővé tudnak válni tőle, illetve a bizalom is olyan alakul, hogy tényleg nem fognak rajta gondolkodni. És ez odáig megy el, hogy ez egy új vallást is alakíthat ki. Tehát az már igaz, ugye már túl vagyunk azon, hogy megtartotta a mesterséges intelligencia az első Isten tiszteletét. Tehát, és azt mondják, hogy azért nagyon érdekes ez a vallás alapítás kérdés, mert az a rengeteg ember, aki tanítja a mesterséges intelligenciát, aki kommunikál vele, ő azoknak a gondolatvilágát szintetizálja, és fajta értelmezését adja. Nem, egy, nem a keresztény, vagy nem a buddhista, vagy nem a nem tudom, hanem az összes mindenféle ezoterikus vallási, világvallási katyvasznak, ami nagyon fog neki tetszeni. És azt mondja, hogy na végre megkaptam a válaszomat arra, amire én kerestem, már nem tudom mióta és senki nem tudott választani. Hát persze, mert ez úgy kommunikál vele. És elkezdi egy mesters, egy nem is egy, még egyszer mondom, ez nem mesterséges, egy nyelvi modul, elkezdi őt magával vinni, és az is az egyik megoldás, hogy sok-sok-sok ilyenféle atomizált, ugye e, ilyen hit világ keletkezik, ami elég bonyolultá hát teszi azért az életünket, valljuk be illetve, hogy ezeket csoportba is tudja szervezni, és sokkal jobban fognak neki hinni azok az emberek, akik hasonló életmódban, hasonló városi adott környezetben, hasonló uh, családi tapasztalásokat megélve, hasonló módon reagálnak dolgokra, és ezért elkezdi őket összeszervezni. Tehát nagyon érdekes, hogy eg egészen idáig is elmehet a dolog, ugye, hogy csoportokat fog elvinni ideológiailag, sőt, transzcendens, áltranszcendens kapcsolatokat fog építeni tudni közöttük. És nyilván ezért van az, hogy, hogy egy függőség alakulhat ki ettől az orákulumtól, ugye, mert eddig ilyen nem volt, hogy van valami, amitől bármit kérdezünk, az pont nekünk úgy fogja megmondani, hogy nagyon akartuk. Ugye, és nagyon-nagyon sok ember kongatja a vészharangot, hogy ezt le kellene állítani, mert még egyszer mondom, azért kezdtünk el erről beszélni, mert odaadták minden egyes embernek. És eddig erről soha nem volt szó, hogy mindenkinek odaadják, hanem sokkal szűkebb felhasználási területeken használták. És hogy mi az érde miért érdekes ez, hogy odaadták mindenkinek, ugye? Tehát azért érdekes, mert nem tudjuk, hogy ez a technológia ugye mire való. Tehát az egyik legkomolyabb veszélyre ezelőtt már 7-8 évvel ezelőtt fölhívta a figyelmünket. Egyszer meghívtam a férfiak klubjába a Garam Völgyi vagy Garamhegyi, aki a rendőrségi szóvivő volt, és egy nagyon érdekes előadást tartott, és azt mondta, hogy a következő évtized, ugye ezt mondta tényleg, hát mondjuk 6-7 éve legalább, de 7-8 is lehet, egyik legnagyobb kockázata az, hogy nem tudjuk, hogy a világ legfontosabb fejlesztéseit, ami a nanotechnológia, a biotechnológia, a géntechnológia, a mesterséges intelligencia, hogy ezek a fejlesztések milyen finanszírozásból történnek, kinek a pénze van benne. Az a pénz, hogy kábítószerkereskedelemből, lányokból, háborúkból, honnan származik, azt senki nem tudja megmondani. És ezért nem tudja megmondani azt se, hogy milyen szellemiség van mögötte, hogy azoknak az embereknek, akik ezeket a technológiákat fejlesztik, még egyszer mondom, bio, nano, gén, egyéb, hogy annak mi a célja, mi a valódi célja. És akkor, amikor ugye én beszélgetek sok ilyen egyetemi tanárral, akik bíztatják az embereket, hogy a technológiai fejlődés az emberiségnek a, 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 hogy mondjam, a fejlődésének a része, és amikor felvetem ezt, akkor köpni-nyelni nem tudnak, hogy igen, de ha nem tudjuk, hogy e mögött a technológiák mögött milyen tervek vannak, az, tényleg az a tervük, hogy nekünk sokkal jobb legyen, ugye? Tehát most, vagy például az a terve, mint a jelenleg használt technológiáknak, hogy mi adatot termeljünk neki. Ugye, mert a jelen pillanatban ott tartunk, hogy függővé tesznek a legkülönbözőbb technológiák használatától, és adatot termeltetnek velünk, ami adatot ők pénzét tesznek, majd bevezetik a mesterséges intelligenciába, és a mi életünket teljes mértékben feláldozzuk, tehát minden időnkben adatot termelünk nekik, semmivel nem fizetnek ki, hanem betegek leszünk, elveszítjük a családunkat, és ugye ők nem így mondják, hanem úgy mondják, hogy van egy olyan fantasztikus játék, amivel ha te játszol, akkor nagyon fogod élvezni. Ugye? Tehát nagyon-nagyon érdekes dolog ez, mert ugye azt mondják ezek a tudósok, akik azt mondják, hogy a technológia jó, minden technológia fejlődés jó, hogy egy módja van az, a, a, annak, hogy valamilyen jó, hogy mondjam, célra is tudjuk fordítani, hogy tanuljuk meg használni. Tehát ez a legfontosabb üzenetük. Egyszerűen nincsen más dolga az embereknek, mint hogy megtanulják ezt jól használni, és hogyha erre kéne tanítani az összes embert, hogy használja jól ezeket a technológiákat, és akkor minden rendben van. De tudnunk kell ugye, hogy vajon használható -e jól egy olyan technológia, illetve tudod-e uralni azt a technológiát, amit arra fejlesztettek, hogy függővé tegyen. És nem tudom, hogy mindenki tudja-e, de ugye a telefonunkon van mindenkinek a telefonján, mondjuk akinek ilyen okos telefonja van, legalább mit tudom, 50 darab, de legalább 30 darab biztos olyan applikáció, amelyiknek darabja, az applikáció darabja arra van programozva, hogy a teljes életedet elvegye, teljes életedet ott töltsd a teljes életedbe valamit ott csinálgass el. Ez az ő vágyuk, ugye? És mindegyik fejlesztésnek több száz milliós fejlesztési része arra megy el hivatalosan laboratóriumban, hogy függővé tegyenek. Ugye ez azért egy nagyon rossz hír, mert ez semmi nem tiltja, tehát minden állami, minden versenyszabályozási, minden egyéb ugye WHO vagy bárki nem szól ebbe bele, hanem ez engedélyezett, de ezt úgy kell elképzelni a függővétevést, hogy egy játékot úgy fejlesztenek ki, hogy beültetnek egy laborba több embert, mindenféle érzékelőkkel fölszerelik mindenhol, és elkezdik mérni, hogy a, a szívverése, az agy működése, a pulzusra, a, nem tudom, a, a vérnyomása, a pupilla tágulása, és mindent mérnek, hogy melyik zene az, amelyikre legdurvábban reagál, milyen színkombinációja van a karaktereknek, amiket a játékba bevisznek, amire a legdurvábban reagál, a, mi, mi legyen a, a, a sisaktól, a, nem tudom, a, az összes a, a ritmus, hogy melyik gyorsaság, vagy lassítsunk, vagy gyorsítsunk a zenén, minden apró részletre a leges-legnagyobb reakciót kiváltó kombinációt összerakják. Egészen odáig mennek el ezek a fejlesztők, hogy Pontosan tudják, hogy az emberi elmeinek hol van a sérülés, a, a, a kiskapúja, ahol, ahol, ahol meg lehet sérteni ezt. Például az egyikén a dopamin-hurok. Ugye a dopamin-hurok az arról szól, hogy amikor mi valamiféle jutalmazást kapunk, akkor egy dopamin nevű hormon szabadul fel az agyba, ami nekünk jó érzést keletkeztet. És az a fajta rászoktatás, ami a. a, a mondjuk a Facebookon, meg az Instagramon, mindenhol, hogy kinek hány lájkja van. fölteszek valamit, és várom a lájkokat, és dopamint kapok, dopamin kapok, kapok egy jó kommentet, jó, rossz kommentet kapok, de megint kaptam egy jó kommentet, és rászoktatják az embert arra, hogy erre vágyjon, és újra, és újra és újra és újra és újra rakjon föl, és újra. Ugye most már ott tart ez a dolog, hogy volt egy étterem, itt olvastam róla, azt hiszem Magyarországon is volt ráadásul, hogy, hogy bővítette másfélszeresére a területét. Tehát másfélszer akkor a területe lett, több asztalt, több pincét foglalkoztatott, és mégsem lett nagyobb a forgalma. És nem tudták, hogy miért nincsen nagyobb forgalma, és elkezdték filmezni, nézni az embereket és azért nem, mert átalakult az emberek szokása, és megrendelik az ételt, és mikor megjön az étel, akkor elkezdik fotózni, akkor a fotót egyből feltöltik az Instagramra, vagy a nem tudom hová, a Facebookra, utána nézegetik, hogy jönnek-e rá lájkok, nem az étellel foglalkoznak, hogy azt megegyék, hanem, hanem azzal, hogy az ételre mit reagálnak a többiek, és utána vissza kell küldeni, hogy melegítsék meg még egyszer, aztán megint ki kell hozni, és elhúzódik ez a történet, ezért a dopamin csapdáért, amiben berecsalták az embereket. És egy sereg ilyen igazi az elmének a sérülés, hogy mondjam, az elmének azok a kiskapui, ahol be lehet törni, azok teljesen nyilvánosak ezeknek az embereknek, és erre fejlesztenek. Ez azért érdekes tudni, hogy abszolút ki van szolgáltatva egy ilyen egyszerű ember ennek. Tehát hogy semmit az ég világán nem tudsz tenni, nagyon-nagyon kevesen tudják megoldani. Ugye a mi generációnk azért van egy kicsit jobban ugye védve, mert mi úgy nőttünk fel, hogy nem volt ilyen mobiltelefon. És ezért mi jobban le tudjuk ezt tenni, mert mi egész gyerekkorunkban nem volt. De azt gondoljuk, hogy mivel mi le tudjuk tenni ezeket a kütyüket, ezért a gyermekeink is majd a felnőnek ők le fogják tudni tenni. De ez azért nem lesz így, mert az ő teljes gyermekkorukban már eleve volt. Ők ezt tudják ennélkül képzelni. Na most erre a piacra viszik rá ezeket a mesterséges intelligencia például, és azt mondják, hogy tanuld meg használni. És ha megtanulod használni, akkor nem problémát, Ez olyan, mint a kés, hogy ölni is lehet, de darabolni is lehet vele. Ugye, csak mennyire egyenlőtlen, mennyire aránytalan az a harc, amit meg kéne vívjon egy egyszerű embernek, akinek ráadásul semmilyen tájékozottsága nincs, egy sok millió dolláros, tehát a fejlesztés az lehet, hogy sok milliárd dolláros, de sok millió dollár kizárólag a függővé tételre megy el, és ennek hivatalosan engedélyei vannak. Ugye? Tehát ezért nagyon érdekes ez, hogy azért kezdtünk el erről beszélni, mert rájöttünk, hogy most az egész világnak odaadták ezt a mesterséges intelligenciát, és nem tudjuk, hogy miért, mert meg lett volna ennek az a lehetősége is, hogy azoknak a kutatóknak például, akik a különféle akadémiai kutató központokban vannak, azoknak megkönnyítsék a munkájukat, hogy ne kelljen nekik olyan sok forrásanyagot elolvasni, hanem megkérdezik, az legyűjti nekik, de ők maguk értelmezni is tudják, hogy mi a helyes, mi a nem helyes benne, ki tudják gyomlálni, és hihetetlen gyorsították volna az ő munkájukat, hogyha ellenőrzött körülmények között lehetett volna ezt használni. De azt, hogy rávezetik a teljes piacra, Egyrészt elbutítják a gyermekeket, elbutítják az egyetemeket, elbutítják, megváltoztatják az iparágakat, ugye mindenféle szakmákat. Azért az egy hihetetlen nagy társadalmi átalakulás, aminek benne vagyunk a, a közepébe, mert ez most már zajlik, amikor az is ugye ennek a jele, amikor oda ment az ügyvéd csaj, ugye. Tehát én magam nem is gondoltam, de fel is írtam magamnak ide plusz, hogy a jogi szakma is, ugye, hogy ő érzi, hogy ezzel probléma lesz, de ez egy nagyon vad dolog. Nem, mint hogy olyan sok ügyvéd lenne, de ha összeadjuk az összes szakmát, amit ez veszélyeztet, akkor elég nagy, ugye, katyvas keletkezik, mert ezekkel az emberekkel nekünk együtt kell élni. Hogy ezeknek mi lesz a megélhetése, miből fogják fizetni a számláikat, milyen hatása lesz a mi életünkre ugye miközben az elbutulás folyamatosan zajlik. Most nem akarok megijeszteni senkit, mert ugye végül is nekem is van egy megoldási javaslatom, de nem tudunk ezzel mire menni. De egy látszik, hogy, ez a, hogy rászabadították az emberekre a, a ezt anélkül, hogy, hogy gondolkodtak volna rajta, vagy annélkül, hogy figyelembe vennék annak a sok-sok tudósnak a javaslatát, akik éppen most azt mondják, hogy úristen álljanak meg, mert, mert ez nem lesz jó. Sőt, és, és erre a, a nyelvi modúra is mondják, hogy álljanak meg, nem arra, amit a Gyuri mondott, az még sokkal-sokkal-sokkal speciálisabb, az a rengeteg olyan szoftver, ami már szoftvert ír, és ami már döntést hoz. Ugye, ezek még nincsenek ránk keresztve, de ezek ott vannak a háttérben, és bármikor használhatják. Tehát ez egy hihetetlen bonyolultát teszi a mi életünket, ugye? Tehát a lényeg az, hogy olyan nincs, hogy az emberiség védekezni tudjon. Tehát én azt látom, hogy a, akik ebben kollaboránsok, azok nyilván a leg- és legkollaboránsabb az a tudós társadalom, ugye? Akik valamilyen félelemből ugye nem emelik fel a szavukat, nagyon-nagyon kevesen vannak, akik felemelik a szavukat, és azt mondják, hogy jól van, ez így mehet tovább. A másik nagyon komoly kollaboráns brigád az a politikum, ugye, akiknek minket meg kéne védeni. Tehát valójában nekünk, mint magánembereknek nem nagyon van esélyünk egy ilyen függővé fejlesztés armadával szemben, ha csak meg nem védenek minket. És ehelyett ugye a legesleg komolyabb hírnévre szertevő emberek azok lesznek, akik azt mondják, hogy az emberek önmaguk fogják tudni ezt szabályozni. Nézzük meg, hogy, hogy a zöld ügyben is, akik azt mondják, hogy mi emberek fogjuk tudni megoldani ezt a zöld kérdést, hogy ne fogyasszunk annyit, meg ne úgy fogyasszunk. Én értem, hogy nekünk tenni kell valamit, de a, a nagy dolog nem a mi kezünkben van. Egyszerűen döntés kellene hozni, hogy visszaváltható palack lesz. Ugye a visszaváltató palackot azért nem tudják megcsinálni, mert összesen akkor működne a visszaváltás, palack visszaváltás, hogyha háromféle palack lenne, egyfajta fél literes, egyfajta hétdecis és egyfajta literes üveg lenne, akkor abba a mindenki beletöltetni a magáit, vissza lehetne vinni. Ameddig az ipar ebben nem áll bele, nem engedi ezt, mert a design szempontjainak ugye érvényesülni kell, és a hosszú boros üvegnyakú, meg a hasas, meg a Coca-Cola üveg meg a nem tudom mi menni kell, addig nem lesz döntés. És nem mi vagyunk azok, akik nem tudunk ezzel mit tenni, hanem a politikumra telepedett rá ugyanaz az ipar, aki ezt az egész chat GPT, sőt az összes mesterséges intelligenciát is csinálja, tehát fogva tartja, és a legnagyobb dolgok, amiket meg lehetne tenni, azt ők nem tudják megtenni, és azokat a tudósokat díjazzák, akik nem azt mondják, hogy ez a probléma, hanem azt mondják, hogy az embereknek kéne megváltozni, nekünk kéne megváltozni, mert hogyha a szeretet nőne a lelkünkben, hogyha a rezgésszintünk megnőne, hogyha jobb emberekké válnánk, hogyha nem tudom mit csinálnánk, akkor biztosan most van egy nagy átalakulás, amit az asztrológusok is elmondanak, hogy mekkora átalakulás van, és mindenkinek mind át fogunk alakulni, és akkor meg fog változni a világ. Ugye ez nem fog tudni, mert még egyszer mondom, azért engedik ezeket az embereket, hogy könyveket írjanak, hogy világhírűek legyenek, akik azt mondják, hogy mi tudjuk megoldani, mert addig sem azokkal foglalkozunk, akik igazán meg tudnák ezeket a dolgokat oldani, és a kutyák ugatnak, de a karaván halad. ezt csak azért mondom, mert, hogy tudjuk ezt, hogy mi van, és legyünk résen, legalább egy picit nagyobb tudással rendelkezzünk, és, 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 figyeljünk oda azokra a folyamatokra, amiket azért kell felismernünk, mert a mi gyermekeink életét jelentősen befolyásolni fogja, de sajátos a milyenket is. És éppen ezért én azt gondolom, hogy hogy el kell utasítani minden olyan dolgot, ami abból indul ki, hogy mindez azért van, mert az emberek, az emberiség megérett a pusztulásra, az emberiség rossz, az emberiség elfogyasztotta a jövőt. Nem az emberiség fogyasztotta el a jövőt, hanem az emberiség nem tud mit csinálni, mert mi magunk is ki vagyunk szolgáltatva. Még mondok egy példát, ugye a tíz dekánként be van csomagolva a minden felvágott egy ilyen műanyag tálcába, és le van fóliázva ugye, az összes közérbe és azért van tíz dekánként becsomagolva és lefóliázva, ugye minden fajta felvágot, egyrészt, hogy sok-sokféle márka és sok-sokféle gyártónak a terméke megjelenhessen, és az dizájnban jól meg lehessen különböztetni. Másrészt azért van ez így megcsinálva, hogy azon nyomban le tud kapkodni, tehát nagyon gyors legyen a kosárba való tevés, és utána nagyon gyorsan le tud csipogtatni a kasszánál. És azért van ez így megcsinálva, mert hogyha a pultba kérnéd, és kérnéd, hogy szeleteljék le, akkor nagyjából háromféle ugye, felvágott fogyna, a nem tudom milyen sonka, a parizer, meg a másik, és az összes többiből, ami létezik, abból a mondjuk a 10% és 90% abból a háromféléből elég lenne az embereknek, mert ahogy mondtam, minden tudásra nincsen szükségünk, mindenféle felvágottra sincsen szükségünk, de mi, ha csak így tudunk vásárolni, akkor mi egyfolytában szemetet termelünk és nem mi, mi tudjuk ezt igazán megoldani, ugye, hanem valamilyen módon ezt be kéne tiltani. Aztán készen nincs, többet ilyen nincsen, és viszont látása is, mi meg nyugodtan visszacipelnénk az üvegeket, ugye gyerekkoromban a Csíkszeredában nevelkedtem, a Ceausescu korszakban, mi vittem a literes üvegeket vissza ásványvízért, és utána az én reszortom volt, ugye visszavinni, visszahozni tele, és teljesen magától értetődő volt. És emlékszek arra, amikor először hallottunk arról, hogy, vannak olyan országok, valahol ki tudja, Japán, vagy nem tudom, hogy műanyag üvegekbe ilyen műanyag palackokban, azt eldobják. El se tudtuk képzelni, hogy hát ezek tényleg meghúz, hát mi hogy létezik ez, ugye? És az aztán, ugye itt van most, mert ez az iparnak az érdeke volt valamilyen módon. És ezeket kéne valamilyen módon megregulázni, mesterséges intelligencia ügyben is, hogy a bennünket képviselő politikum meg tudna-e regulázni ezt az ipart, vagy nem. De de azért kell ébresztőt fújni, mert mi ki vagyunk ennek szolgáltatva, és nem tudjuk egyénileg lereagálni. Az, hogy gondoljunk bele, hogy 2000 éve próbálják fejünkbe súlykolni, hogy szeressük egymást, ugye? Hát ez se sikerült annyira, pedig azért nem olyan bonyolult üzenet, és nem, 2000, de 3500 éves újkolják, ugye, tehát hogy ne, 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 nem sikerült nekünk. És most azt mondják, hogy legyünk erősek, mindenki az IQ 80-as is, és az IQ 150-es is, ugye, de legyen mindenki nagyon erős, és kezdj el tudatosan használni, és ez az egész, most nem mindegy, hát meg tudatosan használni, és nem, nincsen semmilyen probléma. Egy ilyen aránytalanul durva, függővé fejlesztés eszembe, ez körülbelül olyan, mint hogyha azt mondanád egy gyereknek, hogy figyelj, itt van, én nem értek ehhez a dologhoz annyira, meg nem is láttam, hál' Istennek, de valahogy úgy tudom elképzelni, hogy egy nagy halom kokaint kiraknak a asztalra, és akkor azt mondják, hogy figyelj, szippancs bele, mert állítólag ugye jó érzést okoz. És akkor azt mondják neked, de figyelj, tehát bármikor szippantasz belőle, de szippantsál csak napi egyet, tehát hogy ne, ne szippantsál napi tizet, mert az már sok, ugye? ne az legyen, hogy állandóan arra jársz, ugye, mert az, az, az mégis csak durva, de egyébként szabad a pálya, tessék, hát csak lesz annyi eszed, nem? Ugye körülbelül így eresztették ránk ezt a dolgot. És a végére azért azt szeretném elmondani, hogy ami reményt én látok, az az, hogy először is, hogyha ez a, Fragmentáció meg tud történni, tehát kérdés, hogy lesz-e elég olyan ember, aki ezt a természetes életmódot szeretné élni. Ami ami arról szól, hogy van, egy, egy közösségbe tartozik. Ápol egyfajta közösséget, tehát a közösségek építése és a közösségek a gyülekezetek ápolata nagyon-nagyon fontos dolog lesz. És már most is az. És ezeknek a közösségeknek a dolga lesz az erkölcsi... Értékeknek a megtartása, és ez a fajta életmód, ami a természetes életmód, tehát ez most egy külön célá fog válni, mert lesz egy csomó olyan ember, már most vannak Magyarországon, akik beültetik a csippet, ugye? És azzal fizetnek, abban van minden adatuk, a rendőrnek meg tudják mutatni, és ez egy, már megy ennek a reklámja, és már volt az RTL klubban az ember, de sokan vannak már, mert ez egy, a fiataloknak ez egy fantasztikus dolog, nem kell soha magaddal vigyél semmit, mindig minden ott van, mert be van a bőröd alá ültetve, ugye? Tehát lesz az a kör, és kérdés, hogy lesz-e egy másik kör, illetve sok ilyen kör lesz -e. És én azt látom, hogy ezeknek a közösségeknek az egyik legfontosabb feladata pontosan az életnek, az emberi életnek a továbbadása lesz. Eleve ugye én a férfiak klubja azért foglalkozok a férfiaknak a férfivá válással, ami egy nagyon kemény, mesterséges úton tud csak ma megtörténni, mert nincsen természetes útja a férfiak megerősödésének a városban csak mesterséges útja van. Ugye? Tehát, hogy a férfivá és a nővé érlelés majd külön feladat, külön foglalkozni kell, hiszen állandó összeütközés szítanak a nemek között, és állandóan összezagyválják, hogy melyik micsoda, és hogy ez is férfi, az nem férfi, a másik nő, senki nem tudja már lassan, hogy hol tartunk ebben az egész ügyben. Sőt, ugye azt mondják ezek a tudósok, hogy a férfi és a nő olyan társadalmi békjó, amit azért találtak ki, ugye, hogy berekesszenek valakit egy ilyen felelősségi körben, mint egy férfi, meg mint egy nő, ami az egész életét tönkre fogja tenni, és, és le fogja láncolni, és, 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 és sikertelenné teszi, és ezért ettől meg kell szabadulni, mert ez egy nagyon régi konstrukció, és azt a sokfajta társadalmi nemet, ami valójában egy ilyen életmódbeli kavalkád, hogy az bármikor inkább vegyék föl, de ezt a mert ugye egy férfi csak egy nőhöz képes lehet férfi. Ha definálom, hogy férfi vagyok, akkor tudom, hogy ha csak férfiak élnénk a világon, akkor nem lenne érdemes férfinak hívni magunkat, lehetnénk akár kik is, ugye pugypurutyok, vagy bármik. Tehát ha férfiként akarom definiálni magam, akkor eleve azt kell hogy a nőkkel közös világhoz mit tehetek hozzá, vagy egy nővel közösen mit tudok tenni. Ettől az ember, ugye ez a másik nagy kedvencem, hogy mindannyian emberek vagyunk, hát persze, persze. A magyar azért nagyon jól mondja, mert a nemtelen, Nek van egy olyan értelmezése is, ugye, hogy gerinctelen, hogy az a ilyen kígyótestű, nem, hogy a, a nemtelen emberek azok milyenek, ugye. A nemes, az meg egy nagyon fontos kategória, ugye, mert a nemes, az ugye azt jelenti, hogy a, a legősibb dolog azt jelenti, hogy a nemi jellegétől fogva az élet szolgálatába van állítva a teljes felelősségi köre egyértelmű. Férfi neműnek, a nő neműnek a teljes felelősségi köre meg van határozva, de pont ezen ellen küzdenek ők, mert ez az igazán nemes, mert ugye ez azt jelenti, hogy egy nemes anyag, vagy egy nemes munka, vagy egy, ugye ezek, ezek a legfinomabb, a legmagasabb szintű matéria, Később lett a nemesség, ugye, mert azt mondták, hogy az a nemes, aki nemet tud mondani ugye, a királynak, de az egy jóval későbbi konstrukció, a legősibb nemes, az mégiscsak a nemekkel van összefüggésben, mert az az élet bölcsője. Azért beszélek erről, mert ezeknek a közösségeknek dolga lesz, ha természetes életet akarunk élni, hogy ezt a férfit fölneveljük, ezt a nőt fölneveljük, dolgunk lesz a társkeresés, a család alapításnak az újragondolása, mert egyszerűen ez ma már most is szét van zilálva, de abban a fragmentumban, mert lesznek a többiek, akik mindenféle izé majd ők a, a belesznek lőve ezzel a Google-el, ugye, és akkor ők majd ott azzal a rengeteg sok tudással el lesznek, nem tudjuk, hogy mit fognak csinálni, de ugye mi nekünk nagyon fontos az, hogy Családokat tudjunk létrehozni a családnak, meg az a fontos, hogy ha lesznek gyermekei, azokat egy ugyanolyan erkölcsi szellemben föl kell tudnunk nevelni, aminek az oktatási rendszereit is valamilyen módon meg kell tudni majd oldani. Ez már látszik, ugye, hogy az oktatási rendszerek recsegnek, ropognak a világban és alternatív rendszereket hoznak létre olyan emberek, akik ezt megtehetik, vagy akik össze tudnak gyűlni közösségként és közösségben akarják nevelni. Az Egyesült Államokban pont az ideológiai indoktrináció miatt az, az, a homeschooling, ez egy hihetetlen nagy népszerűségnek örvendő dolog, hogy összegyűjtik és otthon tanítják inkább, mint hogy bevigyék azokba az iskolákba, ahol mindenféle zagyvassággal teletömik a fejüket ideológiai alapon. És uh, nagy kérdés, hogy ugye nálunk ez mikor fog eljönni, de ennek a hatására ennek az egész mesterséges intelligencia kérdésnek, annak a fajta társadalmi változásnak, ami egy-két-három éven belül, a Gyuréval abszolút egyetértek, hogy, hogy valamiféle nagy változás azért lesz ebben, mert ez, ez, most szabadult el, és hogy bejött március közepén ez, és március végén nekem ajánlatot tettek az asztal végénél, hogy ők ezzel 15 perc alatt megoldják az én problémámat, én azt sem tudtam még, hogy mi az az egész. Ugye? Tehát uh, nyilván én nem vagyok az early adapter, úgy mondják, ugye, tehát én a későbbi alkalmazó szoktam lenni, de azért ez meglepet, hogy milyen sokan vannak. És ma már az én lányom osztálytársa, elmondja, odasuttog ugye a szünetbe, a lányomnak, hogy hát ő ezt mesterséges intelligenciával íratta azt a fogalmazást, és én neki azt tudom mondani az én lányomnak, hogy figyelj, ö, ezt a meccset hosszú távon játszák, neked az elmédet kell pallérozni, az, hogy te elolvastad, az, hogy te gondolkodtál, az, hogy te magad írtad, az egy hihetetlen, komoly agytorna, és most is magad össze azzal, aki két másodperc alatt ezt kinyomtatta, beadta, hogy az milyen ember lesz, hogyha azt még sokszor csinálja. Ugye, mert azt mondják, hogy akármit csinálsz az életedbe, akármilyen állapotban vagy, akármilyen habitusod van, akármilyen nem habitus, nem szokásaid vannak, ha előre akarsz látni, akkor szorozd be tével, ugye ez is egy ilyen ugye, mérnöki dolog, szorozd be az idővel. Valami úgy csinálsz, mindig úgy csinálod, elég rosszul csinálod, de az beszorzott húsz évvel, hogy rosszul csinálod, azért eléggé szörnyű ugye, állapot derül ki. Na most gondoljunk bele, hogy valakik ezt így fogják használni, és beszorzott tével, akkor az alatt a húsz év alatt, ugye, mekkora különbség lesz azok között, akik értelmeznek filmeket, akik beszélgetnek, akik olvasnak Bibliát, vagy olvasnak bármi is, ugye, akik elkezdik megszűrni, hogy hoppá, vajon ezt elolvasom, vagy ne olvasom, meg ki tudja, ki írta, hanem visszat. Ugye? És ezekben a közösségekben egészen biztosan lesz spiritus, azért is, mert tudni fogjuk, hogy mi az élet szolgálatába állunk, tudni fogjuk, hogy valami értelmes dolgot csinálunk, barátaink lesznek, ugye meg tudjuk majd beszélni a dolgainkat, és Megmaradunk egy valamiféle, te, a lehető legtermészetesebb ö, közösségként, mondjuk ezt ki, mert ki tudja, hogy mit fognak ennünk adni, mert ugye saját magunk nem tudunk megtermelni semmiféle ételt, ugye, hanem valamit majd kitalálnak nekünk, hogy mit tegyünk. De akkor is azt a fajta értékrendet, és azt, hogy férfi és nő, és hogy család legyen, és hogy élet legyen, és ugye a gyermekeink milyen világot fognak építeni, az nagyon fontos. Mert tényleg. Nem olyan világ lesz, amilyen, amilyen technológiákat ma építünk, nem olyan világ lesz, amilyen törvényeket ma hozunk, amilyen infrastruktúrát, épületeket, bármit építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyermekeket nevelünk mert azok a gyermekek a maguk során meg fogják ezt tudni változtatni, másképpen fogják csinálni. Tehát ebbe érdemes igazán investálni, és nagyon érdekes, hogy erről külön kell ma beszélni. Ez ezelőtt még 50 évvel nem volt kérdés, ez abszolút magától értetődő volt, ma meg külön célul kell tűzni, és külön erről kell beszélni. Úgyhogy én ezt a reménycsugalat szeretném itt hagyni, és remélem, hogy a, én nagyon-nagyon szerettem a Gyuri előadását, hogy, hogy egy ilyen nagyon mély és egyébként magasságba is nyúló. Technológiai részletekig menő Istent is megtaláló előadás volt. Én meg kicsit a valódi jelenlegi ránk szabaduló hatásáról beszéltem, ami egy másik nemzedékbe, aki most nincs itt, abszolút már benne van, és remélem, hogy, hogy nincsenek igazi megoldásaink. Nem úgy van, hogy most azt mondom, ezt kell csinálni, van három pont, és kész ha beszélünk róla, akkor mindenkinek a fejébe valami kicsi dolog motoszkál, holnap után beszélgetünk, azután összeállunk, és egyszer csak jön egy lépés, aztán jön kettő, mert ez egy olyan világ, ahol nincsenek a megoldások senkinek a zsebébe. De így indul el minden, és én azt szeretném, hogyha mindenki egy picit zizegne ezen, és tényleg nem megijednénk, hanem hát azt hogy ha ez következik, akkor ebbe állunk benne. Ugye ezt mondták az őseink is. Mindig azt mondták, azt a feladatot velünk, amíg soron következik. Most, ha ez, ez, következik soron, akkor ebbe állunk bele. Akkor ezt oldjuk meg, ugye. Máskor ugye bombákat hajigáltak a fejükre, aztán jöttek a, nem tudom, eltemették a gyermekeiket, nem, ez történt, az történt fáztak, éheztek, és egész nap túrták a földet, és föld kérges volt a tenyerük. Nekünk mást adott a jó Isten, akkor ebbe álljunk bele, és én bízok benne, hogy meg fogjuk tudni oldani azért, mert van nekünk egy iránytünk, és van nekünk egy gyökerünk, és van nekünk egy olyan erkölcsi, hogy mondjam, iránymutatónk, ugye, ami hitünkben, ami azt hiszem, hogy győztessé fog tenni bennünket. Köszönöm szépen! Hát nagyon szépen köszönjük ezeket az értékes előadásokat, és e, most e, meg szeretném kérni Sándor Pál barátunkat, Igen, igaz, igazad van Imrének, hogy innen senkit nem lehet látni, de a lényeg az, hogy mindenki látja, aki beszél. E, készültünk egy kis ajándékkal, és az előadókat kérném, hogy jöjjenek ki. Tényleg csak egy kis ajándékot fogunk átadni. Sándor Pali a jobb keze a Magyar Termék és Kulturális Alapnak, ha ő nem lenne, nagy baj lenne. Ezt minden előadó szokta kapni, akik itt nálunk előadnak. Mondj egy pár szót erről. Ez a Kossuth Szövetségnek az ajándéka tulajdonképpen, és ez a másik pedig, ez most az aktuális előadáshoz pedig a Magyar Termék Alaptól ez a kis Najman emléké. Nagyon szépen.